Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap felett habzik a szád, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. A hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hát reméljük mindenki megvan, túlélte a vihart, az esőt, az Armageddont, ami van, és ezt a brutális sötétséget, illetve 16 fokot, amit mértem. 16-ot mutatottam. Én 16-ot mértem. Ott, ahonnan jöttem. Hát figyelj, tegnapi nap, mi délután megúsztuk Velencén, mert nálunk délután esett, hogy ilyen 3 körül, miután okosan a családom elment bringatúrázni, mondtam, hogy szerintem srácok, ne. Tehát, hogy értem a sportot, meg mindjárt végre a gyárnak. Akármicsoda, de nem úgy, hogy eljutottak a fagyizóig, ott beültek, és hát mivel ugye egy órát ülsz a fagyizóba, az több gömbös fagyi, majd visszatekertek, tehát körülbelül ennyi, mi ennyivel megúsztuk, majd este 9:30-kor Garami kolléga hívott, mondom, Gabi, baj van. Tehát, hogy tudok segíteni, vagy érted, de hogy 9:30, azért ne csináljuk már. Azt mondja, hogy nekem nincs bajom, viszont akkor küldenék egy képet a próbateremről, ahol 40 centi víz állt. Képzeljétek el, hogy úgy, hogy a minden cuccunk benne, mi olcsón megúsztuk a dolgot, de ott a TNT mellettünk, akinek szerintem, hát az a cucc, ami ott van, az egy 10-15 millió forint, ott van mellettünk a Kowalski meg a Vega megint csak, és nekik mindenük lent volt a földön. Úszott, képzeljétek el, a cucc, de úgy, hogy mindenből öntötték ki a vizet. Nekem mondjuk egy Inti kongájából is? Hát az nem, mert az fönnmarad a szkátorban. Azon menekültek ki. Az egy Inti mikrofonja műanyag, úgyhogy. És nem szól. Igen, nincs ebben semmilyen. Színes lett világításod egy 9 voltos elemmelre. Az ongombot azért. Nem, mostanában olcsóban csinálják, mert csak fény visszaverő marad. És bármikor pótolható a cucc, tehát ott az nem, de a többi része az igen. A képeket láttam a béketérről, ahol mindent vitt a Nagyon durva. Én láttam, nagyon komoly. Tapolca egy malomtó kiöntött. Tehát konkrétan nem tudod, hogy hol kezdődik a tó és hol végződik. Nagyon súlyos. Meddig mehetek még bokáig érő vízben is, mikor toljon a tómeder? Azt mondom, ez régen is volt? Vagy nem, most jöttek volt, ezek a trópusi, ilyen egy perc alatt leesik, nem, annyi eső? Nem. Vagy ez csak mi elfelejtjük, és akkor most azt mondjuk, hogy ez már az Armageddon is. Ilyen nem volt. Végünk van, de nem volt. Ne szórakozzatok. Már mindig volt áradás, tehát, például. Igen, ami... igen. Amikor arról beszélünk, hogy különböző rekordok dőlnek meg hétről hétre, hónapról hónapra, akkor azért beszélünk róla, mert hogy ezek a rekordok régen felállítottak, most meg megdőltek. Tehát nem lehettek korábban, ha most megdőlnek, érted? Értelek, csak amiről beszélsz, az egy körülbelül 100 vagy 150 éves története, amióta mondjuk mérik például a hőmérsékletet. Elég ami igaz. Mondjuk most meg, oké, csak azért előtte az emberiség történetében volt még néhány ezer év. Na jó, akkor a kérdésedre válaszolva, hogy régen ilyen nem volt 1 millió évvel ezelőtt. Most, igen, tehát mit mondjuk, 30 évvel ezelőtt ilyen eső. Hát, vagy 20 évvel ezelőtt, mondjátok. Eső az volt, csak hogy így. Igen, csak nem évente 4-szer, mert hát, hogy azért ez simán előfordult már ebben az évben többször is, és nagyon-nagyon sőt. Tehát amikor azt tényleg azt hallod, hogy itt talán fél óra leforgás alatt leesik annyi eső, amennyi egyébként egész hónapban, hát ez normális, de hogy normális? Nem, ez igaz, hogy nem normális, de azért lehet ezt elképesztő, közel. Elképesztő dolgokat láttam tegnap. Szemellenzős Rákóczi. De mi vagyok a szemellenzős? Én sem ettől pánikba valahogy, tehát nem látom a világ végét egy esőtől, hogy most Armageddon és kezdjék el konzervet gyűjteni, és végünk van. Csak eszembe jutott tegnap, hogy amikor láttam ezeket a felvételeket, tényleg, hogy milyen szórakozó helyeken, nem térdig ér a víz, meg az asztaluk útnak, hogy ez régen volt-e, vagy csak mindig az, hogy na majd most van vége, most van vége, és elfeledkezünk, hogy 30 éve volt ugyanekkora eső. Nem emlékszem. Itt ez idő, hogy megtérjetek. Menjél már a Dunapartra, ahol tudod, így be van karcolva. Igen. A falba, hogy mikor, meddig ért a víz. De most nem az árvizekről de beszélünk. De most az árvizek is abból indulnak, hogy egyszerre sok jó, eső leesik. Majd reggel így indulsz el itt arra. Na, hogy megkérdeztem, Újpestről, hogy igen, slusszkulcs megvan, igen, ugye pénzt tetsz, igen, evező megvan, mentő mellé megvan. De azt meg magunknak köszönhetjük, mert nem jó a csatorna rendszerünk, az ugye, igaz. És hogy mindent leaszfaltoztunk, nincs ami elnyelje a vizet.
Na ez az, hogy lehet, hogy ugyanennyi eső esett 30 évvel, és csak akkor még elfolyt. Tök érdekes, hogy nálam is az volt, hogy hosszú éveken keresztül ott voltak a házak előtt mellett ezek a vízelvezető, meg vízgyűjtő árkok, azokat szépen betemették, most ezeket mind újra ássák. Na, ennyi. Látod? Tehát akkor is volt, csak akkor még... Ja, te na, hülye vagyok. Látod? Te ezt hülye mondom. Vagyok. Most meg saját magad köptet szemben. Igen, Szóval ez az érdekes, hogy most ez mi a fene ez? Minden esetre mondták, hogy jön, és megjött, trópusi meg. Volt, és brutálisan esett. Az a baj, hogy marad is. Most egy hétig legalább. Ne hülyéskedj. Azt mondták, hogy szerdától igen. Én is azt láttam, hogy már csütörtöktől hétvégére én már napos 28-at láttam. Most fönn vagyok az OMS-nek az oldalán, gyakorlatilag vasárnapig mondja az eső. Az OMS kicsit mindig borulátóbb, mert ők már félnek attól, hogyha nem adnak ki valamire narancssárga riasztást, akkor balhé van. Tehát ők már napos 28 felhőt lele, és azt mondják, hogy zöld riasztás 22 kicsit felhős. Tehát, hogy és ne égjük le. Biztos, ami biztos, bízunk és akkor nem hibázol. Bízunk benne, hogy elmaradjon a 20. tűzijáték. Most fölmentem egyébként a kormány.hu-ra, nem láttam, hogy mi van akkor, hogyha nagy lesz az eső, meg mikor lehet számítani, meg jó, biztos majd a rádiók, meg a tévék informálják az embereket időben, hogyha esetleg lesz valami változás, de egyelőre én ott nem láttam semmit. Elmarad, vagy eltolják? Mikor elmarad? Jövő augusztus 20-ra. Hát nem, hanem elmarad, szépen, és augusztus 30. Szétdobják a lóvét. Ki közt? Ezt sorsolják. Nagyon nagy kérdés. Egy magyar lakos megnyerheti a tűzi játék árát. Na, ez jó lenne. És sorsolás alapján kiderül, hogy a pécsi Tóth Marika és Tóth István, Tóth Istvánné Marika megnyerte a tűzi játék árát. 2,5 milliárd forintot. Vagy 1 milliárd. Vagy nem tudom, mennyi most a tűzi játék. Milyen jó lenne? Tök jó lenne. Nem a tűzi játék esetén az összeget kisorsoljuk a magyar lakosság közül. Nem? Ez jó lenne. Ez egy jó lenne. Ez menő lenne. Ez bedobod. Szerintem akkor adják a pénzt. Mit? Imádni fogják az ötletet. Imádni. Azt hiszem mennyi? 160 millió most? Nem. Hát annál több. Annál biztos, hogy legyen. Persze. Nem. Annál biztos, hogy azt hiszem 15 ezer forint. Kicsi. Hát, régen volt ez, hogy milliárdokat költöttünk rá. Igen, most már nincs. Most már azért ez így nincs. De ha elmaradna esetleg, ami nem fog, akkor azért így tök jó lenne tényleg szétdobni. Nem? Nem, de egy nagy nyilvános sorsolás. Élőben közvetítenék a tévék. És 9 órakor kihúznák, hogy melyik család nyerte meg a tűzijátékát. Tajkártyával vagy benne a pakliban, vagy személyigazolványjal, vagy mivel kerülsz be a rendszerbe? Lakcímmel. Hát, hogy igen, vagy hát magyar állampolgárok. Aha. Magyar állampolgárok, hát hogy ezerféleképpen megadtuk már a különböző adatainkat, nyilván benne vagyunk millió egy adatbázisban, akkor is, ha nem akarjuk, és akkor onnan sorsolnának. Igen. Ez egy jó, ezt lehet, hogy bedobom majd valahol. De nem fog elmaradni, mert szerintem szerdán már jó idő. Nem. Jó idő lesz. Még nem, mintha engem egyáltalán érdekelne a tűzijáték, mert rohadtul nem érdekel. Úgy viszont van azért... TV-ből nézed. Tessék, TV-ből nézed. Nincs annál jobb. Alárakok valami kis effektet. Nem szeretem. Valamiért nem, azt nem annyira bírom. Megfáztam, gyerekek. Ezt halljuk, mondom, szigetbetegség van. Igen? A sziget után ez mindenkin végigsöpör, aki kint volt. És a ez mi? Ja, te is kim voltál. Kétharmadnyi részen végig söpör. Mert te megúsztad. Szigetelőleg egy részen végig söpör. De én tudom, mit csinálok. Én azt csinálom egyébként, hogy kijövök a hálószobából, ahol a Vikivel alszunk, mert ott alszik a gyerek, a kicsi. És együtt alszunk. És 1 és 3 óra között a gyerek nem alszik. Tehát valamiért ott neki ez így beütődött, hogy 1 és 3 óra között fönn van. Ekkor átmegyek a másik szobába, magamra nyitom az ablakot. Átmegyek egy másik kerületbe. Átmegyek egy másik kerületbe, hogy ne halljam a sírás. Magamra nyitom az ablakot. Mesztelenül végig nyúlok az ágyom, és 16 fokosra hűtöm a szobát. És nézed magad a plafon tükörben. Én nézem magam a plafon tükörben, és úgy iszonyatosan maszturbálok. Váltott kézzel. És kezdve puszikat küldök fel a tükörbe. Egyik dolgozik, másik lazít. És magamra nyitom az ablakot, és belealszom a hidegbe. Aha. És arra ébredtem most is ilyen 5:30 körül, hogy annyira ilyen fagyási sérüléseim vannak, aha, mert ugye bejött ez a 12 fokos éjszakai levegő, ami volt, hogy üszkösödni kezdett a bal lábam, elsorvadt a kis ujjam, és ilyen fagyási sebek voltak az orromon konkrétan. Egy, tehát, hogy a jegesmedve kucogodott mellé. És egy jegesmedve feküdt, mert annyira fáztam, tudod, és amikor fekszel vesztelenül, nagyon fázol, de nincs arra erőt, hogy magadra húzd a paplan, mert nem tudod, hogy van-e a közelben paplan, ezért összegömbölyödsz ilyen kicsi magzatpózba. És azt hiszed, hogy az összegömbölyödés majd megvéd a hidegtől. Még belealszol, és fél óra múlva már nagyon-nagyon fázol. Oh. Tehát az már nagyon durva. Az kellemetlen. Igen. És felkelsz, végignézel magadon. Tartár, nem is értem tartár. Igen, tele vagy legényfoltokkal. És most már sűrűn eljátszom, hogy átmegyek a téli szobába, a hűvös szobába. És nem lenne jó oda betenni egy takarót?
De van bent takaró. Ja, csak nem találod. Csak a Viki mindig mániákusan leteríti ilyen, ilyen ágyrongyokkal ezeket, vagy mi ez, ilyen ágytakaróval. Ágyrongy. Ilyen medvebőrrel, vagy disznóbőrrel, meg mit tudom én. Tessék? Alszik még a Viki, ugye? Mert ez az ágyrongyot meghallja kivégez. Ez neki is mindig mondom, hogy hagyjam el ezeket a bolhási ágyrongyokat. Tudod, ez az, amivel így beágyad, és utána egy szépen az ágyat így leteríti valamilyen ilyen kelmével. És ezt a kelmét nem tud magadra húzni az ágyrongyot? Valami damasztal. Az ágyrongyot nem tud magadra húzni. Na most az ágyrongyot magamra tudom húzni, csak az egy ilyen vékony anyag, egy ilyen kis lehellett vékony, ilyen kis finom anyag, de ez nem nagyon segít. Aha. Tehát az olyan, mint egy ilyen szemérem kendő. Az egy aranyal átszőtt seje. Egy aranyal átszőtt mezopotámiai seje. Drága lehet az ilyen. És ezért naponta nyitom magamra az ablakot 1 és 3 óra között, amíg a gyerek sír a másik szobában, és ez valószínűleg ez okozza a vesztemet. De egyre rosszabb. Nem kéne. És azért tegnap éjszakára szállítani, nálunk ott az erdős részen nem volt több 10 foknál. Nem lehet, hogy melege van a gyereknek, és úgy kicsit ott kéne kinyitnod az ablakot, és békésen aluknátok egymás mellett reggelig? Ablak stoppan nálunk, Viki, nem engedem. Ja, nem le, ablak stoppan. Nem, ott melegnek kell lenni, a gyerek már 38 baszik. A biztos. Én nem csodálkozom, hogy 1-3-ig nem baszik a 38-ban. Nem, hát ez szereti egyébként, mert ilyen egy szál pelusba alszik, és azért ott minden ilyen 25-26 fok van a szobában. Nem vészes, meg a Viki is elég fázós. És ezért én vonulok mindig éjszaka, mint a gólyák. És lehet, hogy ez okozza a vesztemet. Ez a nyitott ablaknál. Ez ma hajnalban nem volt túlságosan jó. Mert ha állandóan ennyiben alszol, az nem baj. Nem az olyan volt, mint az Everesten egy expedíció, érted, aki már egy küzd. Még felmondtam egy videóüzenetet nektek, hogy mindjárt megfagyok. Remegül kézzel, és utána azt megmondom, hogy vége. És elküldtem. Mert a baj az, hogy utána visszafekszel a melegbe? Nem. A baj az, hogy megfázol a idegben. Hát de megint a jó végét fogtad meg a dolognak. Nem, azzal már nem lenne baj, ha visszafekszel a melegben. De nem, már pont azzal van a baj. Nem. Senki sem tolja jobban a mű érdeklődést egyébként, itt a fejé. Hát de nem azzal van, gyerek. De ahogy akkor az idő ezzel. És olyanokat kérdezem, mert abszolút meglep. Nem, figyelj. Azzal van a baj, hogy visszafekszel a melegben. Azzal van a baj, hogy visszafekszel. Nem, ezt nem kérdeztem, ezt kijelentettem. De miért lenne az a baj? Van ismerősöm, aki télen is nyitott ablaknál alszik, mert folyamatosan nem tudod, mi a baj, nem állva alszol, és a hidegveríték nem csurog le a testedről, hanem rád. Akkor ébredtem dermedve magzatpózban, úgyhogy nagyon nagy baj van. De előtte ne a melegben aludtál. Ne használj a német Bence nevét a Ferinek. Dermedve? Dermedve. De előtte melegben voltál, látod, és bemész a hidegben, ott fázol. Na hát igen. Na de hát a hőmérséklet különbség miatt. Tehát vagy az egész házat lehűtöd, mi az Istennel zörök, lehűtöd, érted? Mm-hmm. Ideges, hogy ez az örgés, szóval de kicsit. Elmondom, mit eszem. Ne megy a Feri kérdése. Hát gyere át is meg. Dobj egy százas, Feri. De miért? Hát ez egy tök normál. Egy százas. De nem, de tudjuk, hogy nem érdekel téged. Hát ez egy tök normális kérdés, hogy a hőmérséklet amiért megfázol a lehűtött klímás lakásból, amit kimész a 40 fokba. Ezért nem... Ma is van best of, nem? De nem azért fázol meg, mert visszamész a melegbe, azért fázol meg, mert a hidegbe fekszel, most semmi közel az, hogy visszamész a melegbe. Ez az egy százassal megadod az alapot. Így van. Na, akkor most már viszont kérdezhetek. Bármi. Most meg, igen, nekifuthatsz a következő százas DPD-est. Ha valóban nagyon idegesít benneteket az a csörgés. Na jó van. Most már jöjjön a mester. Akkor elmondom, hogy egzotikus zöldségcsipszet eszem. Kérlek szépen. Jézusom. Batáta, tápióka, édesburgonya. Megkóstolod? Bekár. Na. Tessék, nézd meg, kóstold meg. Taro! Ez van rá, Taro. Hát ebben nincs egy darab. Azért mondom, hogy kóstold meg. Na, és képzeld. Rohadék, behoz egy üres zacskót, érted? Hát, hogy lehet ennyire mocsok? Figyelj, ha mi hozunk valamit, nézd meg, ennyit megmentettem. Hallod, egy csip, egy só. De tengeri. Vettem észre, hogy elfogyott. De tengeri só. Ja, Istenem, de jó így gonoszkodni, úristen. Egyébként nem rossz, ilyen biocékla. Már nem volt rossz, ugye? Nem volt rossz, igen, nem volt. Gratulálok. Mindegy, nézzük a jó oldalát ennek az időnek, legalább nem vagyunk kitelepülésen most, pont. Pont nem. Ez nem rossz. Pont erre gondoltam, hogy basszus, most milyen lenne, hogy kint lennénk egy üvegstúdióval, amelyik mellesleg be is ázik egy picit, és akkor ott állna 30-40 lelkes ember esernyők alatt, és ott dideregnek. Hát volt ilyen, Balaton folyamán, és milyen jó, hogy nem vagyunk tájföldiek sem. Mámé. Ja. Mert ott megrobbantás. Igen.
Ja, igen, igen. Igen. Kicsi, és milyen jó, hogy nem vagyunk egy vitorlás hajón a jégfogságába szorulva az Antarktiszon. De az is egyébként kidobhatom milyen a nájlon zacskóra. Jó, hogy nem találtak benned tegnap este az STK-ban egy matchbox kamion. Olyan fura dolgokon gondolkodtok. Hát most miért lennénk kitelepülésem? Vagy te ilyenkor beleképzelsz egy szituációba, hogy milyen jó, hogy nem vagyunk valahol? Próbáljuk meg ennek az egésznek a pozitív oldalát megfogni. Azt kell nézni. Én a locsolást nézem, és az öntözés. Az jó, az jó. Igen. Én meg például azt, hogy egy kedves hallgatónk írta, hogy milyen jövő járt olyan, vagy Miskolci hallgatónk írta, hogy megbüntetik az ellenőrök, nagyon helyes kis szituáció, egy üdítőitali gyártócég osztogatott mindenféle ilyen kis romos üdítőket, tudjátok, azt felbontják előtt, úgy adják oda az emberek. Jött a villamos, felszállt, ellenőrök oda, jó napot kívánok, bérletet, tessék itt a bérlet, és az üdítő, hát hogy jó, hát ez sajnos. Nem kellett volna vele felszállni. Sajnos nem kellett volna felszállni. Gyorsan őt is megbüntették, aztán megbüntették, de ez még a 40 fok volt, aztán gyorsan még megbüntették még a kismamát is, aki a gyerekkel éppen szívószállal itatott valami időt. Ja, ki van nyitva? Nem lehet kinyitva. Hát, igen. A szabály a szabály. A szabály a szabály. De ilyen most már nincs. Most már nem vagy szomjas legalább. De azért a forró italokkal vigyázzunk ám. Mert beáztak a buszok, azért nincs. Atya Isten, mutatják a tényeket, hogy az önvíz volt Budapesten. Na hát, de ilyen régen is volt. Volt, nem kell beszállni. Nem kell betolni. Tényleg volt ilyen. Hagyjuk már ezt az Armageddon fölmelegedést. Esik 6 centi eső, azok, akik azt mondják, hogy jön az Armageddon, összetolják. Feri hoz majd fekete-fehér képeket holnap erről. Megnyugodhatsz, van a Facebook-oldalunkban. Volt ilyen, nem kell betolni. Na mutatjuk, mivel foglalkoztunk tegnap. Jó, fölhívtuk Zsuzsák Balást, és beszélgetünk egy kicsit az átigazolásról. Ezt nagyon sok hírportál átvette. Igen. Úgyhogy ennek mindig örülünk, ha valami olyan témánk van, amit utána sok hírportál átvesz. Zsuzsák Balással beszélgetünk, átigazolás, autótörés, benzinkifogyás. Így és van. Minden, ami belefért a tegnapi beszélgetésbe, úgyhogy gyorsan megmutatjuk, miről beszélgettünk Balással. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Fél hét múlt, pontosan 5 perccel, tehát ez volt az ismétlés, Zsuzsák Balázssal beszélgettünk tegnap. Hát jó gyerek a Balázs egyébként, kedveljük. Én bírom legalábbis. Nem? Nem? De. Nem? Igen? Ha majd nem. Meglátjuk, hogy mi lesz. Hát ez csak te tömöl. Igen, Balázs, te hogy kedveled? Nem, Balázs. Enikő, hello, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Hogy te vagy ma? Most ismételten én vagyok, mert Ákos szabadságon van, úgyhogy most én érkeztem hozzátok. Igen? Biztos sokat mindent lehet. Kiújult ez a genyeskelés az Ákosnak a könyöké meg én? Nem, múlt el. És most hát tényleg azért elviselhetetlen volt a szaga. Hát mi a csajoknak nagyon örülünk egyébként. Te is örülsz nekünk? Igen, nagyon örülök nekünk. Igen? Még ez igen. Nem látszik rajtad, de majd egy 9 de belülről nagyon örülök. Aha. Belülről rendeletesen boldog vagy? Igen. Aha. Jó van. Szitere meg a kis 40 kilós tested az örömtől? Igen. És mi van egyébként? Tehát jó vagy? Jó vagyok, köszönöm szépen. Kicsit engem is megbolygatott ez a tegnapi vihar. Mondjuk miért fölkapott a szél és arrébb? Igen, azért. Tehát, hogy nekem azért kihívás volt hazaérni. Téglákat kell rakni a zsebedbe, nem? Igen. Hát hallgatni nem tudják, Enikő körülbelül 43 kiló. Igen. És akkor már van rajta egy vaságy is. Igen, és most így. És most csúnyára van. És annyira várom az SMS-eket erre, de tényleg. Igen, és ahogy fel megbolygatott a vihar, azt mondod? Igen, meg egy kicsit fájt a fejem tőle. Lehet, hogy azért, mert én így érzékeny vagyok a frontokra. Lehet, hogy nem vagyok ezzel egyedül, de egy kicsit azért így megviselt. Frontérzékeny vagy akkor. Igen, és akkor mit csinálsz? Beveszek egy gyógyszert. Hát, csinálna. Beveszel egy gyógyszert? Igen. De nem volt időm ezzel most foglalkozni, nagyon mert hogy híreket kellett szerkesztenem. A egész nap otthon is? Hazamész és leülsz és tovább folytatod? És nem, napközben itt voltam, majd hazamentem, híreket szerkesztettem és lefeküdtem. Azt mondja, amikor apád egyszer kinyitott az ablakot és a keresztüzet belefújt a chipses tálba és napokig nem találtak. Az egy nagyon durva sztori volt. Már így nagyon mélyen érint. Én majd bármikor mesél róla a sírra fakad, úgyhogy ezt nevetek. Ja, tényleg, és majd azért melozni kell. Na, jól van, drága hallgatók, jelentkezzetek játékra, szeretnétek bennünket, nagyon megalázni, tegyétek meg. Csonka hét, jó, úgy, mint pici, úgyhogy nincs sok időnk. Ez a hét olyan, mint pici csonka. Én ma nagyon jó leszek, érted? Nem, jó lesz. Pörögjetek fel hozzám, mert én ma nagyon jó vagyok. Én ma hasítani fogok. Ha én érzem egyébként, hogy ez most egy jó nap lesz. Ez a nap más, mint a többi. Úgyhogy írjatok, jelentkezzetek játékra. Jó, mi meghallgatjuk a híreket, aztán jövünk Enikő után. Hat perc múlva pontosan 7 óra játszunk, mert hogy itt van a játékosunk, már is belevágunk.
verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a válasz. Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Judit, hello Judit, honnan hívtál minket? Judit? Balatonfüredről. Cudar az idő ott is? Jaj, nagyon cudar. Nagyon cudar. Őszies. Esik az eső. Mit csináltok ott ilyenkor? Hát, én éppen most készülök a munkára. Igen, mit dolgozol? Hát, nagyon kis bonyolult neve van. MMA Master Data Sales Koordinátor vagyok. Hogy? Na, tessék. A becsárját. MMA. Én is ez akartam lenni. A becsárját. Sajnos alulképzel maradtam. Én is ez akartam lenni, aztán átad sikerült. Igen. Hát ez jó, majd akkor erről többet megtudunk a játékban. Jó, Judit? Hát igen, mindenképpen. Kivel szeretné játszani? Veled, Balázs. Én játszottam tegnap, csak mondom, halló. És? Hát olyan érdeklődő voltál, úgyhogy gondoltam, hogy megosztom akkor veled meg. Ennek készültél. Úgyhogy akkor már beszélgessünk. A Ferit meg engem bottal se piszkálnál? Hát én szeretnék majd a Janival is, meg a Ferivel is játszani, de majd egy kicsit később. Nagy vadra megy, gyerekek, nagy vadra megy, értsétek meg, nagy vadra megy. Nem lő sörétél apró vadra. Nagy vadra ment azonnal. Judit nagy vadra megy. Ja, tehát ez olyan, mint a hajtláskor így megindul a fél erdő, és akkor így elugrálgatnak ilyen kis, hogy hívják, kis állatkák, kis mókus, kis nyuszi, de ne, várjunk még, a kapitális bika még később. Indulhatunk? Indulhatunk. 3, 2, 1, fire! Na Judit, mesélj nekem erről a munkáról, ez micsoda pontosan? Amit mondtál, tudod? Tudom, ez az MMA Master Data Sales Koordinátor munkakör, ami azt jelenti, hogy az európai eladásokért felelős munkatársaknak a munkáját segítjük, úgyhogy az SAP-ba beápoljuk a szükséges törzsadatokat, javítjuk a hibákat, és az a cég, ahol dolgozom, lehetőséget teremt arra, hogy havonta kétszer otthonról dolgozunk, és most ezt leírtad valahova? Olyan, nem, talán. Ezt most mondom. Ott a vége. Hát, nem, ezt most mondom. Ez szép volt. Na tessék. De szép volt. Adtasztott neki. Ennyi. Há, gyerekek. Na, gratulálok. Judit, te drága Judit, hát ne haragudj ezért. Nem volt neked jó a mókus meg a patkány. Nem. Igen. Látjátok, amikor az ember rádióban hallgatja, akkor mennyire egyszerű. Most először próbálkoztam, izgultam is. Kicsit, de az nem hallatszott egyébként. Az első fél percet nagyon jól lett, tekerted utána. Igen. A visszakérdezés már egy picit össze. Igen, beúsztál a csőbe. Bám. Hát, sajnos. Hát így alakul, de majd jó Istennel foglalkoztak tényleg. Most mi van? Mert azt nem sikerült megtudni. Nehogy elmond azt a mondatot újra. Igen. Judit, puszilunk téged, legközelebb jön a Jani meg a Feri. Puszilom benneteket, jól van, sziasztok! Szia! Puszi nyuszi! Puszi nyuszi, megvan a 7-2-0! Ez a lakasztás! Viszem a csapatot! Hozom a győzelmeket, holnap DJ Oti van, úgyhogy DJ Oti nem játszik, csak keveri a muzsikákat, hátradől rágyújt kedvenc szivarjára és... a kedvenc szivarára a 2000 forint. És meghallgatja, hogy ti hogy játszotok. De ennyi, jó lesz! Na! Ennyi, a betyárját, hát ennyi, na, a irgumburgum, na. Elvittük a csonkahetet is. Így van. Jaj, de jó. Mi az Istennel de foglalkozhatnak? Sose tudjuk meg. Nem megyünk érezni, aztán utána kiderítjük, jó? Visszafújtani köt a szél. Így van. 2 perc óra, 7 óra, jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 9 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, reméljük senki nem ázott be, mindenki megvan, mindenki jól van, és túlélte a tegnapi vihart. Hát én most itt megnéztem különböző internetes portálokat, buszmegállókat, buszvégállomásokat, hát nem akarom újra nyitni a reggeli dossziét. De nem akarok. Nem jaj, akarok. Hagyjad már, te sose volt ennyi eső még. Mi ez? Nem akarom újra nyitni a reggeli dossziét. Nem akarok Frey Tamás lenni. De. Jó, de nézzük a tényeket és amik mögötte van. De a tények azért, igen, a tények és amik mögötte van, azért ez nagyon kemény. Szóval az, hogy az Uzsoki kórházban áll a víz, hogy a Szabó Ervin könyvtárban áll a víz,
hogy a gatyámban áll a víz. Ott is. Hát csak hogy a nagy helyeket említsük. Így van. Szóval csak hogy az ország Uzsoki Szabó Ervin gatya. Kulturális szempont. Igen, az Uzsoki Szabó és a nadrágom. Az is nagyon-nagyon fontos. Elképesztő víz volt. Tehát van egy aluljáró, nem tudom, a Szépföldi, nem tudom, ahol autók süllyedtek el, érted? Autók, apám. Magával ragadott egy kamion. Kis autók, nagy nem autók, kis autók, nagy autók, öcsém, nagy autó. Tehát valami brutális eső volt. Gondolj most egy autóra, Feri. Nagy, de nagy autóra? De most nagy, gondolj egy nagyon nagy autóra. Na, nagy és nagy és nem most működik. Most megvan, vagy nincs meg? Meg a Balázsé. Na figyelj, jó, oké, figyelj. Megvan, nagy és nem működik. Na figyelj, most kétszer akkor autók süllyedtek el. Azt a kutya, és viszi a víz. Hallod? De tényleg. Úgyhogy küldjetek nekünk képeket, jó, a viharról, mi pedig töltsétek fel a Facebook oldalunkra. És akkor mi azokat ott feltöltjük. És ráadásul Balázs gatyájában is ugye állt a víz. És a Greenpeace gatyámról. Kiment, majd kimentsék a hatalmas a leviatánt. Gyerekek, egy csövet kellett dugni a szájába a gatyába, érted? Csövet, mert kidobta a víz, és csak itt balra, jobbra csapódott, és mondtam, ne aggódj, mindjárt otthon vagyunk, hazamentünk, és csövet dugtam a szájába, slagot. És utána jól lett. Felhúztad a fejét, hogy kapjon levegőt? Felhúztam a fejét, hogy kapjon levegőt, és slagot tettem a szájába. És most jól van, egy óráig slag volt a szájába, aztán visszahúztam a nyílt vízre. Úgyhogy most újra úszkál, csapdos, és nagyon, nagyon jól van. De valami hihetetlen tényleg, szóval, hogy mi van a csatorna rendszerünkkel, vagy mi volt az? Ha menj le, azt nézd meg. Hogy nem tud elnyelni? Valami 84 liter víz esett négyzetméterenként, valami hihetetlen. Tehát én nem tudom, hány milliméter szokott. Olvastam valami egészen fura dolgot, de lehet, hogy nem erről, és lehet, hogy nem ebben a cikkben, hogy... Összeraktad rendesen, jó van. De 84 liter víz, ebben a témában, és lehet, hogy nem ma, és lehet, hogy nem is újságcikk volt, és lehet, hogy nem is én olvastam. Szóval 84 liter víz egy négyzetméter, ezt taglalta a cikk, egyébként meg 55, vagy nem tudom hány milliméter szokott esni összesen. Így van. 84 liter, de az nem lehet... Hát nem, attól függ, mennyi idő alatt. Attól függ, mennyi idő alatt. A liter lehet, hogy a centit szoktak mondani, hogy esik mondjuk x milliméter, most az eset 4 centi eső egy óra alatt, vagy 10 percet, az nagyon sok. De ugye literben ritkábban adják meg, ezért vágott meg engem ennyire ez, hogy liter, érted apám? 84 liter. Meg ráadásul így van. Tehát, hogy megjön egy picit érződik, hogy egy mértékegységekkel egy nagyon picit a hazilábon háztát. Nem, átváltok. Ez egyik, ez egy liter, a másik meg milliméter. Nem, ugye azt szokták mondani, hogy hány milliméter eső esett, és az éves átlag az ennyi. Vagy hogy egy négyzetméterrel, mit tudom, egy óra alatt hány milliméter. De most literben adták meg, és egészen megdöbbentő volt ez az adat, hogy 84 liter. Aha, egy négyzetméter, liter? Egy méter, mit tudom, én nem tudom, mekkora felület. A millimétert az, hogy mérik le például, abba belegondoltatok már, hogy összegyűjtik a vízet, aztán leöntik egy centi mellé? Ez egy jó kérdés egyébként, tényleg. Tehát, hogy mérik azt le, hogy bocs. Hány? Van valahol a meteorológiai szolgálatnak egy ilyen colstokszerű pálcája, és áll kint valaki a szakadó esőben, és nézi, hogy egy tálba mennyi esély esett bele. Egy üvegpipettába beleöntik, és akkor így, hogy hívják, a látod, hogy az hány milliméter? Ez egy nagyon jó vastag, kérdés. Milyen vastag, milyen ekkor az átmérő literbe, mi? És hát egyáltalán kiszámolja át literbe, igen. Nem lehet a Facebook oldalatokon képet csinálni, állítsunk át valamit. Hogy egy képet csinálni. Ja, csatolni, nem lehet képet csatolni a Facebook oldalunkra, nem lehet? Igen, az nem mindig baj egyébként, mert néha bejönnek oda olyan képek becsatolva, hogy semmi közük a témához, egyrészt másrészt meg mindenféle termékeket reklámoznak, de... Most akkor nyissuk meg. Igen, valaki fel akar adni egy képet az ő gatyájáról? Kettes ajtó, nyílj ki! 3, 2, 1, tessék! Most kinyitottam a kettes ajtót. Nagyon sokan kérnek egyébként fotót az Enikőről, sajnos az a baj, hogy nem tudunk róla készíteni, mert annyira vékony, hogy nem verődik vissza róla a fény. Semmi, igen. Tehát egyszer nincs visszaverődés, és mindig a mögötte lévő dolgokat tudjuk csak lefotózni. Tehát én most csinálok egy fotót az Enikőről, és fölteszem az Instagramra. És azt fogjátok látni, hogy nincs ott. Hogy nincs ott. Benne lesz a monitor egy kicsit, jó, egy újság, és ott áll a fal előtt. Mosolyog egy kicsit. Így, most mosolyogott. Jó, nézzétek meg az Instagramot, az úgy néz ki Enikő, fölraktam. Jó? Egyből az Instára. Hát, ja, vagy én tudjátok, én Insta vagyok. A kutyafáj. Ha tudnám kezelni. Aha, menni fog az szerintem. Tessék? Itt van, benn van Enikő. Kész, fönn van az Instán. Apá! Ennyi! Ott is van! Apá! De szuper! Ennyi volt! Haver csóta! Hát, se hiszem, ha nem látom. Ott van, Enikő. Tényleg. Jó, mi mondjuk régóta ismerjük Enikőt, tehát mi látjuk a képen, hogy ő ott van. Ott van, most ilyen fehér lett, most ott van. Nézd meg. Aha.
Fönn is van. Egy fal előtt áll. Egy piros fal előtt áll. Jó van. Jó, nézzétek meg, Instán keresetek bennünket. Csak mondom, hogy egy nagyon elitárság van az Instagramon, és 55 ezeren vagyunk. Ez a... Hoppá, Jézusom, hogy dübezeren vagyunk az Instagram. Hogy megy előre? 55 ezeren vagyunk az Instagram. Első hiszem, hogy egyszer voltunk 54 ezeren is. De döbbenet. 55.300. És ha most gyorsan megtaláltok bennünket az Istán, erős Istán, akkor élőben tudom mondani, hogy hogy növünk, mert ez azonnal jelzi. Ezrenként, vagy tízezrenként, ahogy, vagy ezrenként, ahogy megyünk fölfelé. Úgyhogy keresetek bennünket az Instagramon. Nagyon jó. Kicsit árnyaltabb, kicsit más típusú képek kerülnek föl. Exkluzív, ahogy szoktad volt. Exkluzív, így van, ezt a szót kerestem, csak nem ismertem. Máshol le, nem elérhető. Nem elérhető ez az, köszönöm. Régen ismerted, mert én hallottam tőled, hogy egyszer használtad. Nem egyszer, többször használtad. Nem illetod, de használtad. Egy. Idegen szavakat általában rossz helyen használok. De most már tényleg nem provokálom magam tovább, hanem akkor... Semmiképpen. Igen. Jó, de mielőtt eszünk, azért ígyünk meg egy apartman, nem? Na jó. Ne. Igen, ne menjünk bele. Na jó. Azt mondja, hogy... mi van? Mikor mi? Hát most érted. Ahogy itt alakulnak a dolgok, bármikor bármi történik. Bármikor bármi lehet. Tököl központjában a főúton személy autó TGK frontálisan találkoztak. Mentőrendőr kint teljes útzár, ezt Melák küldte nekünk. Aztán 84 liter, egyelő 84 milliméter. Így van. Más is jött. Így van. Illatos út vasúti aluljára alatt áll a víz. Elég veszélyes, valaki el is hagyta a lökhárítóját. Rik küldte nekünk. Sarkadon mérnek egy fehér fábjából a Sarkad keresztúri úton, Szala üzente. Aztán Nagyszenken mérik a Sopron felé haladó autók sebességet. Henny küldte nekünk. A Ferihegyi gyorsforgalmi út után kifelé építkezés miatt lezárás, befelé lépésbe megy a forgalom. Nagy dugó. Aztán attól, mert a tűzjáték elmarad, már ki van fizetve. Hogy dobnák szét a pénzt? Levi küldte nekünk. Hát igen. Ugye korra reggel felvetettem, hogy ha elmarad a tűzjáték, akkor sorsoljanak ki egy magyar lakost. Ennyi. És adják neki a pénzt. De igen. Miért kell kifizetni az egészet? Hát bontsa le, vigye el, nem? Előre. Nem lőtte le. Hát mindegy, akkor majd itt ellövik majd Viktor napon. Azért nagy kerti parti lenne azért a gyerekednek ott ellövött. Azt hiszem. Igen. Csak mondom, már 97-en lájkolják Enikőt. Király. Nagyon jó egyébként. Azt tudtátok egyébként, hogy Enikőt soha nem szúrta meg szúnyog, mert mindig azt hiszik, hogy szúnyog háló. Balázs, ma kifejezetten hozod a szintet, kire. Gyerekek, ma nagyon, mondom, nagyon-nagyon-nagyon élek. Mondani akartál, amit Enikő? Nem? Csak meg akarta köszönni a képet, hogy jól sikerült. Gyere át az ablakon. Ja. De beszivárogtam. Apró részecskékre mondunk, gyere át az ablakon. Nem jó zár az ajtó, akkor is bejön rajta, hogyha be van csukva. Küld át magad faxom. Így van. Óvodában hátja volt a jele. Tényleg, faxold át magad. Tényleg, dobd át magad e-mailbe. Figyelj! Jaj, Istenem. A klímát ne kapcsoljátok be, mert arrébb fúj Enikő. Igen, nagyon kell vigyázni. Nagyon kell vigyázni. Senki ne nyissa ki az ablakot, ne legyen húzat, ne legyen klíma, mert Enikő akkor nem tud leülni az asztalhoz. Nem ágyban alszik, hanem a fénymásolón. Ő csak magára húzza a tetejét. Ő olyan, mint Doroti, felkapja a forgószél és elviszi. Dorotit kapta fel a forgószél? Igen. Ez az meg a mese? Totót. Totó? Igen. Ez melyik mese? Ez az? Ez az, igen. Aha. Igen. Van egy másik verzió, abban Lottót kapta fel. Én tegnap este most azt láttam, hogy Kenó. Igen. Lehet egyszerűen Skandival is. Skandival is láttad, de az már nagyon speciális volt. Azt sokan nem értették. Ott volt Skandi, a déli boszorkány, meg a kis Totó, és nagyon, nagyon durva dolog. Durva dolog. Az egyetemi verzióban pedig Luxort kapja fel. Ja, Istenem, Istenem. Na, miért beszélsz magadhoz? Egy csomószor beszélek magamban egyébként. Na, gyerekek, ez a rossz juhárd, ez nagyon érdekes dolgokat mond. De ez most... ez fantasztikus! Hülyen... Hát figyelj! Nem is tudom. Ahogy én vezettem a témát, úgy nem vezeti senki. Hát ki az a Kárász Robi, gyerekek? Hát se, ahogy csak egy másodperc alatt érted. Váltasz, és bele a közepébe. És bele a közepébe. Igen, de minket ez most nem érdekel, hogy mit mond. Viszont... Nem, az... Mi most az? Na, Feri. Hát azért megváratod valamit. Hogy? Lecsúszik a gatyád. Miért ki az orrodból?
Nem mutatom meg, jó? Meg vagyok fázva, hát most. Te is? Te, én is. Magzatpózban aludtál, mesztelenül, te is? Én nyugodtan alszom, rendesen vacsoráztam, és takaróm is van, úgyhogy én végig aludtam. Mit tettél, fél kiló nyers marha szegyet? Dehogy is. Ugyan. Mi volt a menü? Nem, azzal csak a teljes kávéját kell. Mi volt a menü? 6 kiló virsli? Nem eszünk virslit. Harcsapaprikást csináltam, kérlek szépen, túros csúszával. A betyárját. Nagyon jó volt. A betyárját. 9-kor egy egészen kis visszafogott aragot megettem, és egy nagyon kondérnyit. Szépen. Nagyon szépen tudok aludni olyankor. És akkor nekiállsz, és tészta, és túró. És azért az nem egy nagy tudománya túró. Illetve nagy tudománya jó túros tészta, de nem tart az órákig. Na, az menő. Most az emberek főznek, szoktak így, csinálnak valamit. És a harcsa honnan volt hozzá? A tiszai. De ne áruld el senkinek, mert meg kell öljelek. Tiszai harcsa? Tiszai harcsa. Aha, Tisza, tudod, de van ez a nagy folyó, most kevés vízzel, ott vannak nagy harcsák, kifogják, és onnan vehez gyönyörű harcsa szelteket. Én azt hittem, hogy ott nincs harcsa. De van, nagyon szép harcsa van. Tudtad, hogy a Tiszában van harcsa? Én nem tudtam. De tényleg, téged is meglepett? Mi? Most komolyan. Szarok. Ne, szerintem semmiképpen ne, ez egy nagyon zárt helyiség viszonylag rossz előzésre. Szerintem is most ne. Na, mi van Rod Stewart? Rod Stewart, érdekes gyermeknevelési stratégiát választott Rod Stewart, mert azt mondja, hogy a gyerekeket igenis szigorúan kell nevelni. És amikor az ő gyerekeinek kutyát vett, és a gyerekek nem takarították össze a kutyapiszkot, akkor, amit drága Rod Stewartunk azt mondta, hogy ha valakinek a kutyája a szőnyegre pottyantott, nem átállotta összeszedni a kakit. Nem átállotta. De várjál, ezt most Rod Stewart mondta, nem, hogy Arany János. Nem átállotta. A kis paraszt legény. Nem átállotta megállni. E minden amonnan. Vitt is ajándékot. Gyűltek a népek. Nem is vitt ajándék. A szélrózsa minden irányából. Úristen, Jézusom, ennyire kész vagyok. Aztán a káptalan kiált, és kihívdette, közhírítette a tényállást. A kis bíró azt mondta, ha valamelyik kutyája szőnyegre pottyantott, nem átállotta összeszedni a kakit, és azt a párnánkba dugni. Uh-huh. Ezt mondta Rod Stewart gyereke. A beteg állat. Kimberly egy kurvátyás király felfedte a kvítét, és a külhoni népek csodájára jártak. Szóval berakta katya. Berakta a kutya kakit a gyerek párnájába? Hát ezért itt elviszik Magyarországon. Ezért én feljelenteném a gyámhatóságnál. Berakta a kutyáját. És a 35 éves lánya mondta el, hogy egyébként nagyon jó apa. 35 éves a lánya. Amire először 80. Hát 35 éves a lánya. 35 éves a lánya. Így van. És elmondta, hogy egyébként nagyon jó apa, mindent megtesz, hogy egyensúlyban tartsa a családot, de a kutya kakival nem ismer tréfát. Ah. Gyönyörű hír. Na most. Diktálok. Igen. Na azért ez durva, gyerekek, nem? Kutya kakit berakni a gyerek párnájába? Tehát én hiszem azt, hogy tényleg kell szigorúnak lenni, vagy néha szigorúnak kell lenni a gyereket, de kutya kakit párnába jó tenni, hát azért az... Rod Stewarton mondjuk köztudott, hogy hosszú-hosszú évek óta nem száraz. Tehát, hogy azért... Nedves? Hát igen. Igen? Igen, ő trinkel azért elég rendesen. Nedves, mint hogy... egy jó... Igen, mint az idő. És igen, szavat ne felejj, János. Melyik szavát ne felejj? Jó, ja. Te se. Szóval, hogy ő azért ő nem veti meg a jóféle serint. Hát valahol már hallottam ezt a jóféle serintalt. Úgy érzed, hogy egyfajta, egy pohár serintalt azért ő minden este magáévá tesz? Leöblíti némi kis borocskával? Miért fogalmazunk ma úgy, mint hogyha a Magyar Rádió első kísérleti adása lett? Ott nem lehetett volna ilyet csinálni, csak mondom. Egy vekni kenyérrel kitunkolt egy mit? Kitunkolt valamint? Na jó, de azért kutyakakit a gyerek párnájába tenni, azért az mégiscsak különleges, nem? Hogy kell ezt elképzelni? Tehát, a kutyakakit ilyen barna is.
berakja a gyerek párnájába, jön a gyerek frissen zuhanyozva, vagy jött a gyerek Kimberly Stewart, amikor ő még ugye gyerek volt, és azt mondta, hogy jaj, apa, olyan jó ez a friss ágynemű. Most bele is everek. Teljes testemmel lenyomatot hagyok rajta. Mert a Benny mindig úgy megy aludni, hogy ő így messziről beleugrik az ágyába. Tehát azt csinálja, hogy nekifut, és egy ilyen tigris bukfencel beleugrik az ágyába. Most nekünk nincs kutyánk. Milyen messziről? Tessék? Hát másik szoba, másik utca, honnan fut neki? 6-8 méterre neki. Törökbálintról neki rohan. Törökbálintról neki rohan, és beugrik az ágyába. Igen. Na, szegény Kimberly, amikor beugrott az ágyába a frissen mosott ágyneműbe, akkor ő azzal találkozott, hogy ott van a kutya, aki az ágyban. Hát akkor még nem, mert párna húzadba tette vele, tehát amikor a fejét teszed le rá. Hát ez most alapból két kérdéssel indítasz. Tehát először, hogy eleve, hogy Kimberly, nem tudjuk. Micsoda? Kimberly? Micsoda Kimberly? De most honnan tudjuk? Nekem senki. Kimberly? Senki. Hogy neked Kimberly? Nem tudom. Nekem senki. Rossz Juárt a magyar Demiér Rózsi, írja valaki. Ez egyébként abszolút... Van benne valami. Van benne valami, így van, tényleg. Van az a pillanat, amikor már... Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. De én sem vagyok. Amikor a gyereknek már nem tudsz mit mondani. Megvan az a pillanat? Igen. Amikor már annyira mérges vagy. Például nincs otthon. Amikor annyira mérges vagy. Mit csinálsz, Feri? Feri alatt. Feri, nehogy ide, adj érzést kapni nekem. Van még ott, ahonnan ez jön. Van bizony, gyűjtök neked is. Hallod. Szóval én például, amikor már nagyon mérges vagyok, és szerintem minden szülőnek van olyan, amikor már nem tudod, mivel fenyegetni a gyereket, már megvonta tőle az esti mesét, már nincs jégkrém, nincs fagyi, akkor én például azt szoktam neki mondani, hogy Benny, ha nem csinálod ezt vagy azt meg, vagy nem mész el aludni... Kutya kakit teszek a párnádba. De most a legdurvább mondat. Bekerülök szarra. Igen, bekerülöm a mutatógyabban szarra. És meglátom a fertet. Hallod? Nem. De ezt kitalácsolod a doktor Hasbuki előtt. Igen, Bagdi Ebőke. Nem. Arra vagyok kíváncsi, hogy hol van a szülőknél az a pont, hogy mi az a mondat. Engedetlen gyermekek esetében ajánlod ám a szarról bekerés, nemes hagyományát, mely tradíciót évszázadok óta ápolják neves eleink. Mondta dr. Ásburg, gyere, ő Palás pedig úgyis te. Nézzétek, hát valami szentírás igazából. Nem, szóval én azt szoktam neki mondani, hogy Benny, ha nem csinálod meg... Azt írja valaki, a mai műsornak annyi. Ha nem csinálod meg... Anyám, ezt vagy azt is bele empergetem ám a kakát. Akkor holnap nem lesz semmi. Ez nagyon kemény fenyegetés. Tehát ez már de semmi? De nem lesz semmi. És ez amikor már tudod, amikor már azt mondod, hogy nem lesz édesség, nem lesz mese, nem lesz, mit tudom én, este mesenézés, nem lesz számháborúzás, nem lesz, mit tudom én, bármi, akkor nálunk már az a mondat, amikor már tényleg nagyon édes, hogy holnap nem lesz semmi. És akkor a gyerek elkezd nyilván röhögni, mert érzi, hogy ennek aztán semmiféle tartalma nincsen ennek a mondatnak. De van az a pont, amikor már elborulsz, nem? És már nem tudsz mit mondani a gyereknek, vagy már nem tudod, mivel fenyeget. De úgy semmi, hogy föl kell. És már annyira mérges vagyok, hogy már volt édesség, tudod, már volt az, hogy nem lesz édesség, nem lesz mese, és akkor Benny, holnap ha ezt csinálod, akkor nem lesz semmi. De hát akkor, semmi. Tehát, akkor beköszöntenek az ősrobbanás előtt idők. Föl kell a Benny a kis ágyában, és körülötte ott van egy semmi. És ott van a semmi. És látom, hogy a gyerek, tudod, röhög, mert ő is tudja, hogy ez a holnap nem lesz semmi, ez nincs ez a vonat. De van már az a pont a gyermeknevelésben, amikor már mindent elsütöttél, és semmi nem segít, tudod? Tehát amikor már tényleg minden fenyegetésen átmentél. Ha semmi nem segít, akkor miért fenyegeted a semmire? Amikor te is érzed, hogy ez egy vakvágány. És annyira érzem én is, hogy vakvágányom vagyok, hogy utána én is elkezdek röhögni, amikor azt mondom, hogy Benny, holnap nem lesz semmi, az ő is tudja, hogy akkor... És itt el is baltáztál mindent. Itt mindent elbaltáztam, mert ideges vagyok, és utána elröhögöm, mert az, hogy holnap nem lesz semminek, sem értem. Na hát én így szabályozom. Aha, de akkor, tehát akkor ilyenkor a gyerek átlát rajtad, mint Enikőn a fotocella? Abszolút átlát, elkezd rögni. Látok, nincs ilyen? Dehogy ahol nincs. Kisebbek a gyerekek, tudod, hát még neked, amikor már tényleg mindent megvontál, fejben 10 napra bezártad, 6 kiló édességet vettél el, és a 8. játékát vetted el tőle? Nem, én olyankor így összekattintom a lakatot a hűtőajtón. De és kész, igen, nálunk, mondod, hogy... ez, nálunk az a lehet, nálunk élelmiszerre lehet. És panna ilyen hangot ad. Ne, apa! Figyelj. Ez panna. Apa, jó, modellezzük le még egyszer. Tehát akkor azt mondod, hogy akkor
pana! Ha nem szeded magad után össze, már nem a kutya után, nem szeded össze a kakát, nincs holnap 10 óraira tatárbiftek! De nem, nálatok mi? Nálatok a hűtő lelakatolás? Hát, nálunk, nem, ha holnap nem lesz semmi, akkor ekkora a fejed. Az a baj, hogy nem érdekli őket. Tehát, hogy bármit teszek. Bármit mondasz, megfordítod a hűtőt a fal felé? Azt sem érdekli, mert azt már kibírják fordítani. Tudod, két jó képességű gyerek, de ha elkezded mondani, hogy nem megyünk sehova, és nem játszhatsz vele, ha nem raksz rendet, akkor kidobom az egészet a francba, akkor így négy és sosszor nézlem, és azt mondja, hogy jó. És itt véd. És nem tudsz mit csinálni. Most mit csináljak? Verjen meg? Üssem agyon? Nálunk az van, hogy 10 perc mesét nézhet minden este. 10 perc mesét levonom 9 percre, aztán levonom 8 percre, 7 percre, aztán elveszed már a kedvenc játékát, és valamikor már az sem. Ez a menjél fürdeni, nem megy fürdeni, ülj az asztalhoz, vacsorázzál, tudod, az estig, főleg este. Igen. Ugyanakkor már fáradt, de ugyanakkor direkt azért ott nem van a konfliktus forrás. Délutánig jó, és amikor elindul az esti szertartás. Nálatok így van? Jó, ugyanez. Ez fürdés, vacsora, fogmosás, mese, alvás, csönd, kombó. Na ez egyszer megugorhatatlan. Tehát nálunk ott indul a dráma. Valamelyik biztos, hogy hibázik belőle. De olyan van, hogy ilyenkor már a gyerekkel nem tudtok már mit kezdeni, így tehetetlen dühötökben a feleségetek ellen fordultok? És megütjük? Igen. Figyelj, nálunk ez komoly. Nálunk ez komoly. Komoly trauma egyébként. Minden este. Valahogy addig minden rendben van, és ott elszakad. Amikor fürdeni kell menni, fogad kell mosni, mesét kell nézni, aludni. Hát szerintem vezess be a kutya kakit. De mit, ha nem mosod meg a fogad, akkor... Tehát, hogy nálunk nincs kutya, akkor nem maradom, hogy gitteljek oda a szoba közepére? De, hát, de figyelj! Tehát legyen az... Zavar! Apa, mit Most basszút állok! Nem, hogy kopogj, mielőtt apa! De tényleg egy mire egyébként ez először is tudod zavarni. De mit tudod, hogy nem akarok rossz juhár lenni. Nincs is kutyánk. Nem akarok rossz juhár lenni. De hát, drága hallgatók, nyilván akik szülők is hallgatnak bennünket, olyanok, akik szülők. Írjátok meg nekünk, hogy milyen módszer segít, mit kell megvonni, mivel kell a gyermeket megfenyegetni. Idézőjeles nyilván a megfenyegetés, de hát folyamadunk ilyen eszközökhez. Mit mondtok neki? Nálatok mi az, ami segít, vagy éppen nem segít? Mondjuk nézzük ezt az esti macerát, jó? Azt szerintem a legtöbb családban, gyerekes családban ezért ez egy neuralgikus. Csak egy lefekvés fogmosás. Egy vacsora, lefekvés. Az esti macerához. Vacsora, lefekvés, fogmosás, mese, alvás, jó? Ezt nézzük meg, hogy milyen konfliktus források vannak, mivel fenyegetitek a gyereket, és mi az, ami nálatok hat. És ne tessék jönni, jó ötletet. Ne tessék jönni azzal az ézével SMS-sel, hogy nem büntetni kell. Ja, igen, most ne legyetek bagdi emlőként. Persze, nem. Csak képzeljétek a szituációt, hogy tényleg együtt van a család, és akkor körül az apróság, vidám mese mellett, zörgős híjú borsót, vagy babot szemelget. Mondtam, hogy állj le. Állj, ja. Tényleg állj le az utcára. Ez most már szerintem hallható. Na jó. Elmenjünk hírezni? Menjünk! Enikő jön a legfrissebb hírekkel. Enikó! Már itt is van. Beszívtam. Ide jött. Beszívtad a levegővel és megjött. Úgyhogy jövünk a hírek után. Jó, Enikő, után írjatok SMS-t ki, mivel hogyan fegyelmezi saját gyermekét. Este. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánom mindenkinek. A gyermeknevelésről beszélgettünk, és Ross Stewartról, illetve Kimberly Stewartról, hogy Kimberly Stewart ugye mit mondott Ross Stewartról, Kimberly Stewart. Aha! Hogy de ki mondta? Kimberly Stewart mondta Ross Stewartról. Kimberly Stewart, Ross Stewart lánya, Ross Stewart, Kimberly Stewart apukája. Aha. Mm-hmm. Édesapja. És anyukája de... nincs? De nem tudom. Mókás apuka kutya kakit rakott a gyerek párnájába, ha a kutya oda gittelt a szőnyegre. Hmm. És ugye arról beszélgettünk... De várjál, Kimberly, most bocs, tényleg, hogy azért a részletek is meglegyen, most Kimberly Stewart vagy Stewardess? Mert hogyha például a Rod Stewartról beszélsz, akkor most nem tudom, hogy a Stewardok hogy jönnek ide, de hogy Kimberly Stewardess. Tehát Kimberly Stewardess. Tehát egyben mondom a nevét és a foglalkozását. Ja, értem. Ez olyan, mint az a magyar, tudod, popstár, akinek a nevében a Gázsia is benne van. Ugye, hát ez ismerős ez a vicc. Ki ő? Ugye? Emilio. Tehát a nevében benne van a Gázsia. Emilio.
Emilio. Számlával vagy számla nélkül? Nem, csak bemutatkoztam, hogy Emilio, hagyjuk azt a csúnya anyagiakat. Hogy hívnak? Emilio, hagyd már azt a pénzt. Hagyd már azt a hülye pénzt. Szóval, hogy, és arról beszélgetünk, ugye, hogy ha kiragadunk egy élethelyzetet a családok életéből, például az én családom életéből, és megnézzük, hogy az esti fürdés, zuhanyzás, vacsora, fogmosás, mese, alvás, kombó az hogy megy fegyelmezés, illetve fegyelmezés nélkül, akkor azért rájöhetünk, ahol a gyerekek vannak, ez nem egy egyszerű élethelyzet. Azt mondjátok meg nekem, hogy egyszer mi történjen majd akkor, amikor például háromról visszaszámolok egyre, és elérem az egyet. Akkor már nem mond ki a nullát. Tessék? Hogy mi? Hát akkor meg kell álljon a gyerek. De nem, még sose értem el, mert mindig, amikor azt mondom, hogy 3 másodperced van, 3, 2, akkor a kettőtől annyira fél már, hogy sosem tudom, hál' Isten nem jutok el az egyik. Aha. De szerintem még 1-2 évet idősödik, és el Meri? Fogok jutni. 3 másodperced van még. 3? Hol a folytat? És most nem megfél. De ettől annyira megijed, és már többször kérdezte, hogy apuci, mi van az egy után? De és mondtam, hogy nem mondhatom el. Ott van a semmi. Ott van. Holnap nem lesz semmi. Ettől fél. Tehát ez működik. Hogy hát de akkor van egy fegyver a kezedben. 2, és attól megijed. Tehát attól fél. Én nem akarok benne félelmet kelteni, de ez jól működik. Tehát a náló holnap nem lesz semmi, és az 1-2-3, vagy a 3-2-1, az nagyon jól működik. De nem tudom, mi van az egy után. Mi van az üveghegyen túl? Csak vérveríték és könnyen. A kurta farkú kismalacon túl mi van? Mondd neki azt, hogy ne akart, és soha egyszer, ne akart meg. Na és egyszer majd rám néz 8 évesen, és azt mondja, hogy apuci, nem. Vagy apa, nem. 2, számolj még egy. 1, gyerek befogja a fülét, eltakarja a szemét, és rájön, hogy az elmúlt 8 éve hazugsággal épült, mert nincs semmi. Ott utána sincsen semmi. Meg kell fenyegetni, meg kell ijeszteni. Jó, meg kell verni. Jó, meg kell verni. Ott van az anyja, figyelj. Én mindig azt mondom, hogy az utolsó mencsvár az, hogy mindent az anyjára kell fogni, vagy pedig vele kell fenyegetni. Tehát, hogy jaj, neked Iluska szegény árva kislány, hátad mögött van már a dühös boszorkány. Ha ezt mondod például, és történetesen... Nem Iluskának hívják a gyereket. Figyelj, a Benit Iluskának. Mondd el Benivel. Iluska. Ja, figyelj. Jaj, neked... Beni. Szegény árva kis srác, hátad mögött van már a dühös boszorkány. És akkor az anyjára mutatsz, hát ez és jó. És az anyja rám néz, hogy ki a boszorkány. Hát. Én megmondom, nem rád mondtam, nem rád mondtam, miért vagyok én boszorkány? Anyádra. Anyád a boszorkány. Az anyám a boszorkány. Szóval kenjek mindent az anyjára. Így van. Hát, de most úgy tűnik, most én gyerekek, nekem nem rossz a gyerekem, én most csak téma beáldozom a saját gyerekem. Nekem tehát, rossz a gyerekem. Jó, nekem is van belőle küzdés, de hogy azért nem ennyire rossz a benni, csak most témát csinálok az estékből, mert ennyire együtt élek a műsorral. Meg se legyintetted még a gyereket, soha ugye? Hát, volt olyan, hogy nem állt meg a kereszteződésben bibringával, és akkor kicsit elborult. Az de én ebben tudom. Nagyon nem hiszek valahogy, akkor nem tudom. Megrúgtad egy transformátorháznak. De hát az nem verés, az ugás. Nem hiszek meg az áram. Azzal nem oldasz meg semmit, csak a saját feszültségedet vezeted le a gyereken. Ő is azt tanulja, hogy akkor meg kell ütni más, rossz az eszköz, rossz a módszer. Nem lesz a gyerek engedelmesebb, sőt, minden verésnél egyre ellenállóbb lesz szerintem. Tehát, hogy nem, én ebben nem hiszek. Uh-huh. Csak már egy idő után jó, elfogja. De miben hiszel? Rossz a nevelés, rossz az óvszer, ha nem tudsz nevelni, ott az óvszer. Százszor mondtam már neked is, én, hogy este rivotrilcet sose igyál rá. Ezt én tudom, évekig csináltam, nem jó. Szétesik a családon, elhagyok, akiket szeretném. Rivotrilra nyugtatóra soha, de soha ne igyál. Na nézzük a hallgatókat, hogy mit írnak. Nálunk még egyelőre működik, hogy sokadik felszólítás ellenére sem megy, akkor hangsúlyosan elkezdünk számolni 3-ig, hogy 1, 2, 3-ig ritkán kell elszámolni. Ira Csabja, erről beszélek, hogy én már 2-nél tartok, és egyelőre már félek attól, hogy mi lesz, ha meg kell haladnom a 3-at. De már a 2 és 3 között ilyen 30 másodperc telik el, érted? Annyira húzom, mindjárt 3, mi jaj, most 3, jön az 3, én vagyok a 3. Tudod, már eljátszom, hogy én már gyomorhangon jön a 3, de egyszerűen nem jutottam még el odáig, de nem fél tőle. A lelkiismeretre megyek rá, este 11-kor, ha kér még meki kaját, én mondom neki, hogy Afrikában a gyerekek éheznek, számolja meg a zsírrétegeket a kis hasán, 5 éves.
Azért ez milyen kegyetlen. Nézd, milyen kövér vagy. Nézd, hogy el vagy hízva. Számold meg a zsírréteget a hasadon. Mások éheznek. Ó, jó éjszakát, lágyom. Most leoltom a lámpát. Azért ez kicsit kegyetlenül hangzik. Egyszer egy 8 évesen... De mi van, hogyha ilyenkor visszakérdez a gyerek? Hogy? Tehát például Feri esetében. Hogy? Jó, de előbb számoljuk meg a tiédet. És még ott vagyok hajnal a kettőkor is. Nekem szép... Nekem szép kerek a felület, azért nem ráncosodik. Haló. 328, 329. Egyszer egy 8 évesen kiszámoltuk, hogy a születése óta minden esetben átlagosan 4-szer elmondott menj aludni mosfogat mondatot egybefűznénk, az körülbelül 2 teljes napot tenne ki. Ez drámai a hatot. Péter írta nekünk. Nálunk minden este megy a harc, én nem mese megvonással, hanem számítógép elvonással fenyegetem őket. Két fiam van, úgyhogy nem egyszerű az eset, de majd megtudod. Balázs, puszi, Ildi. Nálunk nincs számítógép függőség, úgyhogy ezzel még nem tudom töltőt elvenni, laptopot, iPad-et, nem használ ilyeneket, nem engedjük nagyon, úgyhogy... Mi az, amit nagyon szeret a Benni? A pornót. Akkor jó, akkor azt menni. Nem hiszek a laptopban, nem hiszek a mesében. Viszont elveszem tőle a pornót. Annak nem fog örülni. Mit szeret? Hát mit tudom én? Mi nem tudom. Hát a meséket. Hát, de mivel játszik? Érted. Mivel játszik? Hát a... Mivel a porma. Azt meg nem vehet. Hát kis játékokkal. Aha. Játékok. Mi a kedvenc kis játékai közül? Melyik a kedvenc játék? Én kis Transformers figuráiban. Na. Van neki alvó babája, macia? Van, nagyon sok mindene van. Nyírt ki mellőle a medvét. Nyírt ki mellőle a medvét. Meg megszólom, vágna a medve fejét a szeme láttára. És elejtsen egy ketchupos kis tasakot az ujjaid között, és amikor elvágod, akkor ömeljön ki a művé. És akkor pár év múlva, hogy elmondod neki, hogy tényleg ne. Vedd el a tablet töltőjét és nézd meg a gyerek arcát, amikor merül a gép. Dedi küldte nekünk. Esti ceremónia legnehezebb része az zuhanyzás, amikor a kislányomnak nincs kedve tusolni, azt szoktam neki mondani, hogy nem kell zuhanyozod, de akkor büdös marad, és az óvodában nem fog vele játszani senki. Eddig bevált. Szép napot. Nálunk az a fenyegetés, hogy elvisz a mentő. Rossz élménye van, Kati írta nekünk. Én ilyenkor kiszoktam tenni őket a hóba, és mondom nekik, hogy azonnal nyugodjanak le, vagy nem kapnak enni egy hétig, beválik, írja Viki. És nyáron? Azért itt vannak komoly módszerek. Azt mondja, kiteszi a hóba. Kiteszi a hóba télen, nyáron, mit ezt nem tudom. Nálunk az a megoldás jött be, hogy jó, akkor nem szólok hozzád, és akkor azonnal elkészül minden, ami addig könyörges tárgya volt. Ancsa küldte nekünk. Én a férjem szerint SS-tiszt vagyok, a 6 és az 5 évessel, ha már semmi nem segít, megszórom őket láthatatlanná tévéporral, és akármit csinálnak, nem reagálok rá, működik. Na ezt kipróbálom. Hú, ez nagyon beteg mese. Hiszek az ilyen gyermek. Egy SS-tiszt, aki láthatatlanná tevő porral megszórja a gyerek. Láthatatlan porral megszórom. Megszórom őket. Kíváncsi vagyok. Nálunk az történt. Vikin próbálom ki először. Nem látlak, hagyj végig! Ha hazamegyek és megszórom láthatatlan porral, és megnézem, hogy működik-e. Mindig látszik még mit. Tűnjel! És aztán kipróbálom a gyerekem. Ez jó. Esti rendrakásnál, ha nem pakolja a játékait, akkor azt mondom neki, felhívom a Krampuszt. Jó anya, megyek. Nálunk nagyon hatásos, szép napot. Ezért jó például az Enikő. Mert rá úgy csinálsz, mint rátszornál a port, vagy rászornád a port, ő élével fordul feléd, és már nem látszik. Igen, őt a szülőszobán megszólták láthatatlan porral. Lekapcsolom a wifi-t, ezt Sassa érte nekünk. Hát igen, ez idősebbeknél jó, nálunk ez még sajnos nem megy. Bali, engedd el, nekem 10 éves a lányom, de még mindig harc az esti fürdetés, meg a szoba összepakolás. Anita küldte nekünk. Hát ez esti ceremónia, így van. Én azt mondom, ha a fiamnak, ha hisztizik, hogy leesik a kukid, mint anyádnak. Óriási. Ez minden helyzetbe bejön. Nagyon jó. Két dolog van, amit kipróbálok, és a láthatatlan. És ha leesik a kukid. Leesik a kukid, vagy maga alá fordul a kukid. Befordul. Befordul a járatba. Aha. És mert lány leszel? Hát a nuni az egy befordult kuki. Azt tudjátok. Illetve a kuki az egy megnőtt nuni. Kifordult nuni. Az egy kifordult nuni. De ezt mondod a gyereknek is? Hát ezt így ebben a formában nem, aha, de ugye így van. Hát tulajdonképpen így van. És szerintem azt is elhiszi a gyerek, hogyha mondjuk anya befogja az orrát, és nyomást képez a testébe, akkor akkor kirúgja. Így van, mint a gumikesztyű. Anya, hol a kukid? Itt! Hoppa, gyere, hagyjulak, kijött a kukja. Szívvisza. Ez kipróbálom, hát én is visszatudom ezzel, szívni. De ezzel tök össze lehet zavarni a gyereket, innentől kezdve szerintem már semmi más nem érdekli. Az enyémet egy lágy déli szél is visszafújja, úgyhogy... Döglött magát. Ja, gyerekek, ez nagyon jó. Tehát meg kell ijeszteni a gyereket, hogy leesik a kukia? Azt kell csinálni? Nem hiszem, hogy működne. Ezt kell csinálni?
Na most ezt kell csinálni-e? Ezt kell csinálni-e? Na jó, nálunk az okostelefon megvonás működik, Levi, igen. Hát ahol már nagyobbak a gyerekek, igen. Az, az biztos jó. Ha nem mennek fürdeni, akkor beállítom őket a kádba, és a zuhany által szerzek némi sittes rutint. Ezt Endre küldte nekünk. Na, ezt minden szakirodalom írja, hogy csak ezt ne. Ezt nem szabad. Ez a hidegvizes? Ez a hidegvizes, azt ne, semmiféleképpen. Igen. Nekem azt mondták, mindig, ha rossz vagyok, elvisz a részfaszú bagoly. A részfa, szú, ugye? Hát teljesen így kell, a szú bagoly elvisz. Így van. Apa, hallgatom a műsort, most már bátor leszek. Na jó van, oké. Hát látjuk azért, hogy ez sok helyen neuralgikus pontja. Jelentsen a szó bármit is, ugye a gyermeknevelésnek. Az esti harc. Ezért az kell, esti harc. Ezért kell a fegyelmezést az asszonyra bízni. És akkor érted, akkor egy pillanatról a másikra érted. Hallgatod, ja, utána pedig ebből is. Így van, megjönsz, mint megváltó. Ja, de nem akarom, hogy az anyát utálja, hát az nem jó. De jó az. Ja. Inkább őt utálja, mint téged. Érted? Rád meg, az anyjára, engem rád meg szeressen. Úgy nézze, mint a messiás. Itt van egy kis édesség, nézd még mesét. Na, azt csinálsz, amit akarsz. Ha nem most már elég, hallja ekend anyjuk! Fogja be a száját, vagy majd betapasztjuk! Érted? És innentől kezdve a gyereknek a klasszikus művetség is fejlődik ezáltal, és nem téged fog utálni, hanem az anyját. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Ero, hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Jó reggelt! Szia, szia! Jól van, szia, szia! Mit csinálsz, Ero, hova mész? Hát épp készülünk Balatonra nyaralni. No! Jaj! Hát akkor marad a fakultatív program. Igen. Jó sok csocsó. Igen, csocsó, Rex, a zöld posztó. Merre mentek Balatonon? Balaton Szemesre. Ott is rossz idő van, igen. Igen. Van de valami? Remélem. Igen? Terv, vagy bármi, ötlet, hogy mit csináljatok? Rossz idő esetére? Hát már körbenéztem az egész Balatont, hogy milyen program lehetőségek vannak, tehát készülünk. Meddig maradtok? Egy hét. Jó, a hét második felében már állítólag 20 fok fölé megy a hőmérséklet, úgyhogy... Hát, abban reménykedek én is, igen. Jó, de van úszod a szállodába, tehát fürödni fogunk tudni. Na, de hát honnan nézzük a Balatont. Az jó, jó. Mondjuk igen, a Balcsi mellett uszodázni az szegényeknek, az nem sovány igaz, de hát mégis van valami. De most a szandát kipakoltátok és beraktátok egyet a gumicsizmákat, nem? Hát reggel igen, át kellett pakolni a bőröndöt, meg ki kellett venni a hosszú nadrágot, hosszú pulcsit, hogy akkor inkább abba indulunk el. Ez kemény. Tehát... Nem baj, pihenni. Nem baj, a hét második felére már egyébként tényleg jobb időt mondanak. Péntektől jön a jó idő. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj! Jó. Nézik a 20. itt. Készülnek a 20-ára. Na, jön egy rövid részlet, figyelj! Oké. Okay. Ennél egy picit adhatunk hosszabbat, mert ez így nagyon nehéz. Figyelj, jön még egyszer. Oké. Atya úristen! Igen! Válogatás a Magyar Rádió archívumából. Így van. Ha holnap szeretnénk ezt bejátszani, akkor... Igen, szeretjük meg jobb minőségben. Holnap DJ Oti kinyitja a mókatárát, és retro nap lesz. Ja, ennek nagyon örülök most. Tudtok hallgatni? Nagyon izgultam. Tudtok hallgatni holnap minket, Era? Persze. Hát én minden reggel hallgatom. Jól van. Gyerekek hallgattak most minket? Tessék? Gyerekek hallgattak most minket? Egy fiam van, ő igen, ő ül a nappaliba a telefonokkal, hogy hát ha valaki tud segíteni, de nem kellett. És mennyi idős a fiad? 20-án lesz 12 éves. Ó, hát akkor látok már nincs nagy harc. Nincs nagy harc, nem? Hát nincs nagy harc a nevelésben, de hogy nem, hát kiskamat. És még elhiszi, hogy a Nuni az egy befelé fordult kuki? Már nem. Szerintem azt már elsőbe se hitte el, tehát ők egymást felvilágosítják. Hát ez egy külön adás lesz majd a felvilágosítva, ez is egy jó téma, igen. Igen. De hát vannak harcok, igen, mert hogy ugye egyedül vagyok vele, ő meg kiskamat fiú, tehát... Az nem egyszerű. Era, jó nyaralás nektek, drukkolunk, hogy jobb idő legyen. Jó? Köszönöm szépen. Figyelj, várj egy kicsit, várj, ne tedd le, most nézek neked valamit gyorsan. Egy eső effektet. Csak hogy szokd, nem. Figyelj, azt mondja, hogy... Azt így, szombattól már 23, vasárnap 26 napos, úgyhogy... Jó, péntekig most látom, hogy az Ibiza, igen.
Na, az a lényeg, hogy lesz. Az eső ne essen. Tehát az, hogy be van borulva, az minket nem zavar, csak ne essen az eső. Nem fog. Jobb idő lesz. Ma és a holnapot bírjátok ki valahogy. Jó, puszi? Oké. Okay. Köszönöm. Ciao. Sziasztok. Sziasztok. Szia. Hello. Enikő. Mi a Enikő? Kő? Írtak, hallgatok, hogyha. Somány vagy Enikő. Igen, megfogadtam a jó tanácsokat. Láttad az Instára feltett képet rólad? Láttam, de szerintem jól nézett. Ugye? Ez a mosoly. És tényleg is valahogy pirosban is vagyok, piros-fehérben, úgyhogy teljesen. Tényleg igaz az, hogy annak idején egy borítékban vitték vissza, vagy haza a szülőszobába? Igen, de ez gáz. Ja, jó lesz a hírek? Biztos jó lesz, ugye? Nagyon jó lesz. Igen. Jól van. Megvártad, amíg lenyomták a Petőfin, ezt lekottáztam. Így van. Enikő jön a legfrissebb hírekkel, ha van közlekedés, küldjétek el, ha úgy gondoljátok. Ha nem, akkor is jó lenne elküldenétek, mert örülünk neki, hogy tudjunk segíteni azoknak, akik úton vannak, mi pedig jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt 10 perccel. Jó reggelt kívánunk, kedves gyerekek! Itt vagyunk és folytatjuk a rádióisat. Sok szeretetek köszöntjük ugyanan érkezett hallgatóinkat is. Szia Feri, szia János! Hogy vagytok, jól? Örülök, vágjunk bele! Mi újság az utakon? Mondjad, Jani! Sziasztok, szia Balázs, szia Feri! Nem akartam udvariatlan lenni, hogy nem fogadom a köszönéseteket. Szervusz Balázs, szia Jani! Én szívesen meghallgatnám a közlekedési híreket. Rendben, igazad van Feri, nézzük a közlekedési híreket. Hogy halad a forgalom az utakon? Láttatok valamit? Hallottatok valamit? Küldjétek el! Az SMS számunk 0674... Jaj, elrontottam. Bocsánat, elnézést. Újra nekifutok ennek a számnak. 0670-645-00-00. Hú, most sikerült. Kicsit izultam. Jaj. Mérnek a rendőrök a 832-es számú úton Nagy Imót és Pápa között a Pápa felől érkezőket? Vigyázzatok. M3-as Budapest felé Görbeházi Molkultnál komplett ellenőrzés. Kim van minden hatóság? Jaj. Írta Gyuri. Illatos úti vasúti aluljáró alatt áll a víz. Elég veszélyes. Valaki el is hagyta a lökhárítóját. Jaj. Rik. Sarkadon mérnek egy fehér fábjából a Sarkad keresztúri úton. Küldte nekünk Szala. Milyen az időjárás, Feri? Mire számíthatunk ma? Esegett az eső még, és úgy tűnik, hogy ez marad is. Köszönöm de szépen, Feri. Szívesen, Balázs. Csak azt szerettem volna mondani, hogy ez természetesen csak a pillanatnyi helyzet. Később ez még megváltozhat. Úgy is mondhatnám, nyugtával dicsérjétek a napot, srácok. Én is mondhatnám, megváltozhat, megváltozhét. Na jó. Jó, nekem 8. Jaj, gyerekek, gyerekek, hát ilyen ez az időjárás és ilyen ez a hidegfront, hát mindenki megőrül kicsit, hiszen elment a meleg, elment a nyár. De van valami, ami örök. Szeretnélek benneteket ráhangolni egy olyan dologra, ami holnap történik itt a Morning Show-ban. Egy dallal, egy olyan dallal, amit én választottam nektek. Meghallgatjátok? Meg, bizony, persze, sőt, persze. Már alig várjuk. Utána pedig énekeljétek velem. És 3, 2, 1, megszólal a zene. Mindenki bejöhet, nincsen korhatár. Aki bátor, kezdje már! És minden napra akad új sláger költemény. Menjek el a korokodat, hogy te jól mulass. Én a lemezlovas DJ Oti. Na gyerekek, gyertek ezből! Tarts! Nagyon jó! Ne felejtjétek! Nézzétek, olvassátok, hallgassátok a három kívánságot! Ez az holnap. Érdekezzem a tojára. Mindig nyitva áll. Mindenki bejöhet, nincsen korhatár. Aki bátor, kezdje már. Tűnörök a szenne, bonat, cikázik a fény. És minden napra akad új sláger költemény. Már gyergelem a korongokat, hogy te jól bulhass. Én a lemezlovas.
Hát ez lesz holnap. Fú, de jó lesz. Ez lesz holnap, DJ Oti zárja a nyarat, és egy retro költeménnyel kedveskedünk majd nektek. Magyar retro nap holnap. Csak és kizárólag a 90-es évek nagyjai. A hazai nagyjai. Hazai nagyjai, így van. Úgyhogy ez lesz holnap. Nem kell témával készülni, nem kell semmit csinálni, csak átadni magatokat az élménynek és hallgatni a retrózenéket. Figyelj, Tibi bácsi, ezzel a három kívánságos történettel, hogy azért be tudod szerintetek csajozni? A Király TV-be? Hogy teljesítem a hát, három kívánságodat, ha... Hogy ugye megismertek, ki vagyok. Tehát, hogy... Szerintem igen. Szerintem igen. Tehát volt idő, mikor Tibi bácsi odaéregetett. Azért. Persze. És ő is elkapta a pöttyöst. Állítólag többször is, de diszkrét orvosai voltak, és mindig jó dolgot írtak föl neki. Igen, nézd, hát persze, hát azért Tibi bácsi szerintem ő az volt, aki azért így odaért a friss eperke helyhez. Azért szeretett oda ellátogatni. Hogyne? Hát figyelj, akkor ők voltak a nagyok, a legnagyobbak. Tehát a Rózsa Gyuri, a Dévényi, az Egri, a Vágó, hát akkor azért ő élvonalba tartozott. Tehát, hogy három kívánságot 3-4 millióan nézték meg hetente. Azért az nem gyenge. Igen. Mondjuk nem volt más, tehát... Na, kedves leszel, hozzám elintézem, hogy találkozzál Stevanovics dusát. De kellett nyerni egy kicsit az ölt castingra, egy röpke kis castingra, és utána már is találkozhatsz Bonnie Tyler-rel. És állítólag ott lesz még Ornella Muti is. De előtte Dévényi Tibácsi Muti. Muti neked valamit. Ha ezt meg Muti, akkor utána Ornella Muti. Elnézést, srácok, jelenleg felvétel folyik, úgyhogy ne tovább eddig. Állj, és nem tovább. Mi, te nem csajoztál volna? Hát mindenki csajozott volna, nem? Hát az ő helyében, hát azért... Ez... Nem, hát ő vezette a torpedót! Amikor torpedózni kellett. Amikor torpedóztál vele. Hát ez akkor az mekkora műsor volt. Azt írják, dobjak százas, mondtam, hogy jaj, gyerekek. Igen, azzal kezdted, csak már nem szólunk, mert... Komolyan? Ciki. Ja. Hát akkor dobok százast. Csak 20 000-re sem van. Figyelj, Feri, ami nekünk ciki, amiatt ne szóljunk. Ja. Ami neki ciki, azt mondjuk. Igen. Tényleg nincs aprom. Bedobsz egy helyettem egy százast, Feri? Nincs nálam. Tessék? Már nincs nálam, én már dobtam már. Ja, már dobattuk a Ferit? Én kihagytam sajnos a táskámat, abból van a pénzt, tehát Zsül. Van egy százas apró, Zsül? Most tényleg nem hívtok meg 100 forintra, nem dobjátok be helyettem? Ilyen smuciók vagytok. Várjál, Enikő az új csont, Enik... új hús. Új hús, ha nem. Zsül, dob, de légy, és 100-as dobjál már be helyettem. Na. Többenet ezt még mindig benyolják egyébként. És tényleg is kiment. De aranyos, a Zsül tényleg kiment. Ja, na, biciklisek kontra autósok, hát ez egy örök háború. És fura, miért érdekes, nem? Hogy nem is tűnik fel, hogy nincs benne technikus. És ugyanúgy. Dobjuk szét a pénzét. Ugyanúgy megy minden. 11 okot összeszedtek, amiért az autósok utálják a bicikliseket, és hát ez komolyan mondom, egy macskaegér harc, mert hogy a biciklisek sokszor utálják az autósok a bringásokat, a motorosok a gyalogosok a bringások a motorosokat, a motorosok az autósokat. Aha, ez mindig egy ilyen nagy harc. Hol jönnek be a buszsofőrök a körbe? A buszsofőrök most ebben nincsenek. Ők csak irigykedve nézik kívülről ezt a szituációt. Igen, ez szituáció. De nem így van, ha úton haladsz, ha autóval vagy, akkor a bringásokkal van bajod, ha bringás vagy az autósokkal van bajod, ha gyalogosról vagy, akkor az autósokkal és a bringások. Hát mert bunkok vagytok, ti autósok. Ennyi. Na, és na, mondom na, neked, na, hogy na, megint, állj, megint állj, mi nem tetszik. De megint hogy kezdődik, hogy az autósok miért gyűlölik a bringásokat 10 pont, ugye? Nem, a cikk szól arról, hogy összegyűjtött egy internetes portál, hogy az autósok miért utálják a bringásokat. Itt egy százas. Bedobjátok? Be. Zsűl, ezt sose látott többet. Köszönöm. Zámalac. Na, szóval, hogy van ez? Hogy akkor ki utál kit? Javult-e a helyzet? Én nem közlekedem bringával, én autóval járok. Ti viszont bringáztok, ugye? Igen. Elég sokat bringáztok. Figyeljetek! A dologhal sem mindenki beszélgetője, ami az én véleményem. Mondd el a véleményedet, János, a témával kapcsolatban parancsol. Na, szerintem a kerékpárosok egy része jó fej. Ők jó arcok, azt gondolom, hogy én is közé tartozom. Igen. Köszönöm az érvelést. Ez eddig nagyon jó. Folytasd, kérlek, János. Szerinted, Feri? Hogy amikor?
Igen? Hogy a Jani szerintem is jó fej. Én igen? Nem vagyok annyira jó fej, ha bringán vagyok, akkor sem vagyok annyira jó fej, mert én például megállok káanyázni, amikor nálunk, ahol lakunk. Köszi, hogy a másik oldalt képviseled, a szararcokat. Igen, vagy jövök a lehetek én a szararcok. Nálunk, ahogy megy a bringa út a tóparton, van egy része, ahol be lehet fordulni hozzánk kocsival. A stop tábla van anyás autónak. Igen? Aki soha nem áll meg. Igen? Tehát ott elkezdesz kiabálni, hogy hülye gyerek, ott van a stop tábla, itt biciklisek járnak, nem kevés, gyerekekkel együtt. Hát akkor ki a hülye, ha ott nem áll meg? Az autós a hülye, tessék. Hát ebben a helyzetben aláírom, hogy az autós, na, autós a hülye. De ezen ilyet tudok mondani, igen, egyébként. Ez a portál most azt tette össze, hogy 11 ok, amiért sokan utálják a bicikliseket. Nézzük meg, hogy mik ezek az okok. Cáfolom őket egyesével. De próbáljuk őket megcáfolni. A lényeg az önbizalom. Hát próbáljuk őket egyesével. Csak te jó fej. Lehet, hogy még valamelyik igazi. Egyes pont, azt írják, ha van kerékpárút, akkor hazusen sem. Ha van kerékpárút, akkor sem azt használják, hanem egy utcával arrébb csengetik le a gyalogosokat a járdáról. Na most a te autósként, te miért utálod azt a biciklist, aki gyalogost csenget le? Mi közöd van hozzá? Hát a lábad nem érte az aszfaltot évek óta. Ha kiszállok, akkor mindig gyalog megyek. Nem, igaz ez, hogy ti a kerékpárosok egyébként sokszor mentek olyan helyen, ahol lenne bringa, úgy csak lusták vagytok, és inkább a kerékpáros. Nem vagyunk lusták, ott van dolgunk abban az utcában. Jó, abban az utcában van dolgotok. Igen. Meg valljuk be őszintén, azért a gyalogosok nagy része az előszeretettel nem vesz tudomást arról, hogy éppen egy kerékpárúton sétál, tehát hogy azért ez oda-vissza történhet. Kerékpárúton nem sétálhatok. Nem sétálhatsz, így van. Nem hát. Mint ahogy az úttesten se sétálhatsz, hát ott kocsik mennek. Tök jó példa erre itt a Hungária körút. Ott is ugye a járdából van leválasztva egy fél sáv, de ott elég széles a járda ahhoz, hogy a gyalogosok is, meg a kerékpárosok is elférjenek egymás, mert folyamatosan a kerékpárúton sétál mindenki. Egyszerűen nem vesznek róla tudomást, és persze, hogy csengetsz. Soha nem lesz kibékülés egyébként autós és bringás között. Szerintem sokat javult a helyzet, normalizálódott. Szerintem ne temesd még ezt az ügyet. Próbálom nem temetni, de én érzem a feszültséget. Nekem is van néha baj a bringásokkal. Na, mely, mondjál, egyet mondjál. Például, hogy haladnak a dugóban. Ez a legnagyobb probléma. És akkor rányítod az ajtót. Nem, ajtót nem nyitok. Az engem sosem zavar, ha egy motoros vagy egy bringás halad. Dobod egy kólás dobozt. Én nem zavar, csak nem szeretem. De egyáltalán nem zavar. Csak idegesít. Nem, én attól megőrülök, ha megyek gyalogosként, és jön a járdán úgy, hogy nincs bringa út, de elkezd nekem csengetni. Tehát attól én meg tudok bolondulni, hogy azért, mert ő bringával van és gyorsabban megy, olyan helyen megy, mit tudom én, az Andrássyktól, ahol egyébként van bringa út, de nem mer oda lemenni és sétál, vagy megy a járdán, és lecsenget engem egyébként, mint gyalogos, mert hogy ő gyorsan haladna. Aha. Na, ez például milyen alapon? Ez semmi. Nem csodálom, hogy ilyenkor anyázzák őket. Azért, mert például ott úgy van megoldva a bringa út, hogy kifelé mész az Andrásin, a Hősök tere felén, akkor te a szervízúton bringázol. Mondom neked, mi történik. Bringázom a szervízúton, és jön mögöttem a hülye autós, aki elkezdi nyomni a dudát, hogy takarodjak le a szervízútról. És akkor én lemutatok a földre, hogy látod, kicsi csillag, ez a biciklis, ez egy nem egy elütött kerékpárosnak a körvonal, akit a rendőrség körbe rajzolt. Nem a doszpot rajzolt a körbe. Nem a doszpot rajzolt a körbe, ez itt a kerékpárút. Csak aha, én nem akarok menni itt 60-nal, mint ahogy neked se szabadna. Ezért fölmegy a bringás a járdára, ahol te sétálsz. Tehát mi történik? Te ne a bringásra haragudj gyalogosként, hanem az autós társadal. Tehát jön a bringás, engem ledudál, de haragudjak az autósra. Igen, mert amiatt nem megy a bringás, mert az autóúton van. Nem, a bringás, ha van bringa út, és ő azért közlekedik a járdán, mert beszari. Nem mer lemenni a bringás útra, és ezért inkább ledudálja az ártatlan gyalogosokat egyébként, nem, mert keménykedik a bringával. Miért nem megy 5 méterrel arrébb a bringa úton? Nem keménykedik, csak figyelmeztet téged, hogy ő most ott megy. Egyébként nem jogosan megy, ott csak mondom. Hát ez az. De ott meg nem tud menni a bringa úton, mert ott meg te, aki autós vagy, ha egyébként te ott mész a szervízúton, akkor te dudálsz rá, hogy húzzon le onnan. Pedig az a hivatalos bringa út. Menjél ki az Andrássy közepére, ott száguldozzál. És azt miért csinálják, hogy sokszor a bringa utat például fölterelik a járdára? Én azt se értem. És akkor megy a Népfürdő utcánál van az, hogy megy a bringa, igen, út, és ráterelik ugye a járdára. És akkor a bringás anyázza a gyalogost, a gyalogos a bringás, ugye én nem tudom pontosan mindig hol megyek, az ember nem figyeli. De ez egy hülye helyzet. Nem? Hát miért kell a bringa utat fölterelni a járdára? Mert nincs másút hely. Nincs másút hely. Ott tényleg ez nem. Ez rendszer rossz. De így, rossz a rendszer, ja, de egyébként ezt a kerékpárosok sem szeretik. Tehát, hogy a kerékpáros is tudja azt, hogy a járdából leválasztott bringa út, ami gyakorlatilag lefelezi a járdát, az neki se jó. Tehát igazi bringa útakra lenne szükség. Csak hogy erre ez a város majd, hogy nem alkalmatlan. Velencei tó déli part. Gyönyörű bringa utat csináltak. Van, aki azt gondolja például, hogy egy kicsit a bringások ellen is beszéljek, nagyon rövid lesz majd, és visszaállok erre az álláspontra.
úgy csinálták meg a déli parton a bringautat, hogy gyönyörű helyen megy végig a tóparton, de a strandot például kettészeli, tehát ha te a tópartról elmész lángosért, akkor keresztül mész a bringaúton. Van, aki versenypályának használja ott a bringautat, és rendes versenytempóval megy. Mi történik? Elélép a fagyival a kisgyerek, meg a lángossal, elüti. Tehát itt ki a hülye? Na ki a hülye? Az, aki versenytempóval használja a bringát. Ebben az esetben a bringás. Igen, menjen ki a hetesre. Egy tele a strand előtt Ferének van egy bovdel szakadása. Jövő! Vigyázzatok! Istenem, csak a fröccsök közé essek! Csak a fröccsök közé essek! Nem tudom, ez egy olyan nagy harc. Én azt is utálom, amikor egyébként azt látom, hogy a bringás átmegy a piros lámpán. Aztán jön az na, autós. Na, ezt aláírom. Ezt miért csinálják bringások? Ezt. Azt mondd meg, én nem megyek át autóval a piros lámpán. Ti miért mert érzitek félsz, úgy? Hogy megbüntetnek. Azért csak ez igaz. Meg hát azért van valami minimális morál, tudod, amit az ember betart. Bringásként mondom azt, miért mentek át a piros lámpán? Ebben tökéletesen igazad van, ezzel egyszerűen nem lehet vitatkozni. Én kerékpárosként mondom azt, hogy ennél, ha egyetlen dolgot kellene mondani, aminél irritálóbb kerékpáros nincs, az pedig ez. Akkor azt látod, hogy mindenki a kresznek megfelelően, ahogy kell, megáll annál a nyomorult piros lámpánál, kerékpáros, jó, oké, nem jön semmi, átmegyek. Soha nem megyek át piros lámpán. Soha. Tehát, jó, de te a zöldön is háromszor körbenézel. Jó, de zöldön sem. Sárgás sem, inkább haza. Te zöld lámpánál gondolkozol, körbenézel, látod, hogy mindenki elindul, megijedsz, már elkezdesz toporogni, addigra már újra piros. Igen, nálad megpróbálom átdobni a lábamat a vázon. Tudod, elakadok a klipszbe. Eldőlsz balra, újra piros a lámpa, szóval, hogy igen. De nem így van? Tehát amikor nekik piros a lámpa elsőn és átmegy a zebrán, azt például tudom utálni. Itt a főállású bringásoknál lehet ezt legtöbbször tapasztalni a mindenféle futároknál. Igen, a futárok alapvetően azt gondolják magukról, hogy ők felett állnak a kresznek. Én valamelyik nap azt láttam, hogy az Üllői úton szemben a forgalommal a patka mellett ment egy kerékpáros úgy, hogy szembe, mondom, az Üllői útról van szó, tehát nem egy kertvárosi kis utcáról, az Üllői úton, ami Vecsés felé halad, szépen szembe a forgalom a patka mellett, mert hogy a következő utcánál le akart borítani balra. És ezért azt gondolt, hogy akkor ő nem megy át a másik sávba. Hát de most ezt a pár métert igazán át tudta húzni ott, nem bal oldala. Sikerült neki, összejött. De hogyha elütik, akkor rohadt autós. Igen, ez egy baromi nehéz dolog egyébként igazságot tenni, hogy kinek milyen szituáció van. De mindenkinek meg kellene tartani a kreszt. Ennyi. Érted? Kerékpárosok kerékpár úton a pirosnál álljál meg, az autós hagyja közlekedni a kerékpáros legyen rá tekintettel, mondjuk nézzen bele néha a visszapillantó tükörbe. Érted? És hogyha ha meg mit tudom én, elmegy mellette egy kerékpáros, meg mit tudom én, neki lehetősége van, egy jobb tempóval halad, vagy egyáltalán azt a forgalom neki lehetővé teszi, de az autósnak nem, akkor nem kell minden anyázni. Na például, piros lámpánál megállnak az autók. Igen. Most már a kressz szerint neked lehetőséged van előre menni. Eddig nem volt? Eddig nem volt, most már motorral előre lehet menni, és azt hiszem, hogy bringával is. A motor, azt megértem, mert az gyorsan megy. Biciklivel, te benne állsz a sorban. Én elhussanok kocsival? Mell. Mivel te, vagyok? Kocsival? Te kocsival. Jó, csak hogy beleképzeljem magam a helyzetet. Milyen zene szól? A jó. Kocsidban jó zene. For F Club, napfényjel. Nem, igen. Vagy ez én, a lemezlovas. Te ott állsz. Én elmegyek melletted, még be is kopogok, hogy hello csőban. Majd rekopogass az autóban, de ütökes már. Az igaz, mert te leesik a festék arról a vacakról. Igen, azért nagyon dühös ezek a ütegeted az autót. Végig megyek a sor előtt, beállok az elejére. Zöldet kapunk, én elkezdek tekerni, de én lassan tekerek 20-25 km/h, te pedig 50-nel mész szabesen a városban. Tehát le fogsz hagyni engem, ugye? Mi történt? Én előre mentem a sorban, és ti mindannyian megelőztök benne engem a következő lámpáig, ahol én megint előre megyek, és te újra megelőzöl. Na, akkor itt most mi a helyzet? Legyél jó fej, és azt mondta, hogy a bringásnak előre lehet menni, vagy mondd azt, hogy a bringás álljon a sorban. Ne álljon a sorban, hát az balesetveszélyes a sorban. Miért, és ha előre megy, és az egész sornak megint meg kell előznie minden egyes piros lámpán? Hát kint megy a szélén jobb oldalon, tehát azért te nem biztos, hogy őt megelőzöd mindig. Nem megalkuvó. Hát az engem az például nem zavar. Ha hátul megáll és elütöm, az sokkal rosszabb. De menjen előre, nyugodtan húzzon el, azzal nekem nincs bajom. Ja, meg akkor nem kell ükvertbe elütni. Az a másik, hogy sokkal könnyebb elborítani. De miért gondoljátok ti új bringások, én azt sem értem soha, hogy benneteket megvéd a jóisten. Tehát, hogy miért van az, hogy rengetegszer találkozom olyan bringással, aki egyszerűen azt gondolja, hogy majd az autó megvilágít. Na ezt magyarázzátok meg. Megvilágít? Hát, hogy semmiféle megkülönböztetőjelzés, fényvisszaverő, lámpa, villogó. Vagy azt hiszem, mennék vele szembe ebben a témában, de ezt én nem sem tesz értem. Magára. És hogy a 400 forintos tecsós szettet miért nem tudja ezen megvenni néhány kerékpáros, én sem értem. Inkább elisszátok, ugye Feri? Egyrészt fröccsöt veszel bele, másrészt a jármű közegellenállását, vagy légellenállását nagyban befolyásolja a felszerelt első lámpa. Így van. Plusz érted, neked van világ
világításod, mi a francnak vegyek. Meg a felének csillog a szemüvege. Az meg a másik. Szemből. De nem így van, tényleg, főleg lakott területen kívül. Tehát ha beérsz kisebb, kisebb városokba, falvakba, ott rengeteg bringás gondolja úgy, hogy majd nekem a feladatom őt egyébként észrevenni. Dehogy a feladatom, hát valahogy mutassa meg magát, elütöm. Még ő lesz felháborodva, ugye? Összetöri az autómat. Szerintem akkor már nem nagyon. Ő hát, már nem háborodik mondjuk sehova. Nem megyek gyorsan, csak beesik az árakba. Miért olyan rohadt nehéz egy láthatósági mellét egyébként magadra tenni? Konkrétan, amit két lángosnak az árából megvan. A teljes felszerelés egy évre mindenre. Lá, mennyivel jobb a lángos, mint a lámpa, nem? Ezt egyszerűen nem értem. Javult a helyzeti bringáztok, hogy toleránsabbak vagyunk mi autósok? Azok. Igen, normálisabban állunk hozzátok? Lehet mondani. Igen. A fővárosban is, szerintem vidéken is, talán a bringások is egy kicsit összeszedték magukat, de még azért ott is sok a... De én mindig azt mondom, hogy a fővárosban például, ha van bringaút, ha kiugratsz két parkoló autó közül az úttestre, akkor elütnek. Tehát ott nincs mese. A legtöbb bringás baleset az vagy ilyenből van, vagy olyanból, hogy az autós például jobbra kanyarodásnál nem adja meg a bringaútnak az elsőséget. Ja, mert ja. A múlt héten se jött senki, érted? És közben neked a bringaúton simán át lehet menni a ráforduló autós forgalom elől. Csak az autós meg arra már nem veszi a fáradtságot, hogy ránézzen a bringa útra is. Ennyi. Ilyen figyelmetlenség, de szerintem sokat változott a nagyon helyzet, sokat. De ti autósok még mindig azért. Parasztok vagyunk? Azok... Mondd ki nyugodtan veletek, igen? Tényleg? Szerintem igen. Van, aki én nem kerülök sokszor konfliktusba bringásokkal. Most pont a Vozár Ati mondta, körbetekerte, hogy ez egész országot 4 nap alatt 1300 km, és egyik nap megkért minket, hogy mondjuk be, hogy a kamionosok figyeljenek rá oda, hajnal 2-kor indult el, és volt rajta láthatósági mellény, természetesen ki volt világítva a bicikli, de azt mondta, hogy nagyon fárad már, és ezért kéri a kamionosokat egy picit így fokozott figyelemmel. Viseltessenek az irányba, és mondta, hogy egyébként konkrétan érezte a törődést a kamionosok részét, tök jó fejek voltak, tehát hogy lassítottak, szépen kikerülték, stb. Rátülköltek, akár vették alapot, tök jó fejek. Itt van egy van változás. A kamion kontra bringa. Most képzeld el, ott ül valaki egy 40 tonnás ilyen cuccban, nem tudom hány tonnás egy kamion, de marha nagy. És egyszer csak ott van ugyan egy egysávon közlekedő bringás, de ott bármit, ha csinálnod kell a kamionnal, az szinte megoldhatatlan, ott nem lehet félre rántani a kormányt. Érted? Tehát az a bringás, akit mondjuk elüt egy kamionos, mert a bringás hülye volt, az nem szólhat egy szót se. A kamionos vigyázzon a biciklisre, de hogy vigyázzon, nyilván kéne kerékpárul. Egyébként bringára ülhettek úgy, hogy nem tesztek kereszt vizsgát? Tehát te bringázhatsz úgy, hogy te nem ismered a kereszt? Igen. Simán? Igen. Neked semmiféle kötelező vizsgát, semmi nincsen, úgy fölülsz, és nem ismered a táblákat, nem ismered a jelzéseket. Táblát megismeri. Jó, igen. Tehát az alapvető dolgokat természetesen igen, az a tisztában vagyunk, de ez nem azért, mert ez egy kötelem, meg ezt nekünk így le kellett tenni ezt a vizsgát, hanem azért, mert hogy az évek során összeszedett az ember a tudást. De ha arra akarsz célozni, hogy akkor ez indokolt lenne, akkor én is azt mondom, egyébként hogy igen. Valami minimális. Nem azt mondom, hogy tegyetek jogsít, vagy tegyetek le jogsít, de én azt csinálnám, hogy oké, a fővárosban bringázol, igenis lehessen a bringásokat ellenőrizni, kihajtasz az útra, használod a bringásutat, legyen valami minimális vizsgátok. Tehát egy 15 darab tábla, tudjátok, hogy milyen jobb kész, tudjátok, hogy mit jelent az X, mit jelent az X. Látsz egy táblán egy X-et, az mit jelent? Az X. Az loptozó. Nem sokára loptozó következik. Teszem elé egy kört, meg még két X-et, és megvan az amőben. Mit jelent az X? Vasút átkelő. Sima X-et látsz. Van egy kereszteződés, látsz egy X-et. Mit jelent? Megállni tilos. Nagyon tilos az X, mert nem csak egy vonal van. Látod? Na ez a szomorú, hogy ezt ti nem tudjátok, és ezt tudnotok kellene bringásként egyébként. 10 darab táblát megtanultatnék veletek. Mondom neked, hogy jó, az én... Jó, nem tudsz belsőt cserélni. De nem hallok bele. Viszont ha te nem ismered a táblákat, én elütlek, abból viszont te belehalsz. Vagy én meg sitre megyek miattad, mert mondjuk te ebbe belúg a kerékpározat. Azért ne üssél már, most ér fegyeget. Azért nem ismertem ezt a rohadt táblát, ne üssél már. Vadászni fogok rád a város bölöcsén, bárhol látlak, átmegyek rajta. Figyelj, tökéletesen igazad van. Minimális vizsgát tegyetek le. Szerintem egyébként a respekt szempontjából is. Tehát sokkal jobban tisztelnek az autósok a kerékpárosokat is, hogyha tudnák azt, hogy emögött van valami, nem csak egy hobbi eszközről, mert esetemben például nem hobbi eszközről van szó, nem azért kerékpározó. Hanem spórolás. Hanem így van. Egy munkaeszköz. Így. Egy közlekedési eszköz. Neked már ez pedig, egy közlekedési eszköz. Ha ugyanolyan közlekedési eszköz a kerékpár, mint mondjuk a motorkerékpár, akkor a motorbicikli. Tehát mit kell csinálni a bringásnak zebrán? Beletenném a kérdésbe. Mit jelent az X, mit jelent a... Le kell szállni, és át kell tolni. Na, ezt például miért nem tudjátok megtanulni? Na, Feri, most mert minek tolnánk le, nem volt rajta senki. Miért nem vagytok hajlandóak... Csak megtanultam, ha elmondtam. Miért nem vagytok arról a rohadt bringáról hajlandóak leszállni, és áttolni azon a rohadt zebrán, ha nekem ott egyébként gyalog megyek, anyóssal megyek, gyerekkel megyek, babakocsival megyek. Miért fáj nektek egyébként átgurulni? Miért fáj? Nem, átgurulni nem fáj abszolút, azért van, mert mellette van egy bringa út, ami rávezet a kerékpáros vagy a
csak rávezet az úttestre, és ott már nem egészen egyértelmű, hogy akkor te most a zebrán mész, vagy mellette lévő szakaszon. Nézd az igazi bringás, hogy kimagyarázd. Nálam jó vagyok. Egyébként az én koromban az általános iskolában oktatták a kreszt a bringás gyerekeknek. Na, ez egy jó dolog. És kellett vizsgázni is. Ez egy tök jó dolog. 15 darab kérdés. Tanuljátok meg. És akkor lehet bringázni, lehet kétkerekűzni, lehet ökomániázni, meg védeni a földet, meg nem tudom mit. Ezt a sok baromságot ezt a sok mert ízért mondd csinálni, hozzá csak tényleg meg kellene tanulnotok, hogy mit jelent. Ne keverj bele mindent, amire rusta vagy. Lehet szelektíven gyűjteni a hulladékot, meg lehet menteni a földet, mindenben benne vagyok, de legyen egy 15 kérdés. Akkor indítsunk el egy itt a műsorban, most ebben a pillanatban azt mondja, hogy 8 óra 34 perc 27. Jó, ennyire nem kell pontosan. 32 másodperc. 9 között. Tényleg, most itt indítsunk el egy ilyen kezdeményezést, hogy a kerékpárosoknak igenis legyen egy kötelező kresszvizsga, amit le kell tenniük ahhoz, hogy kimehessenek a forgalomba. Indítsunk el egy ilyen kezdeményezést. Én ezt abszolút támogatom. Feri is. Feri? Én is. Ő is. Ha neki megvan a jogsia, neki nem kell. Tehát van. A jogsis bringásoknak nem támogatom, kell. Jó, csak hát neked. Egy jogsia már mindenkinek lehet. Tehát nem. Ja. Ő is. Vizsgázzon le külön. És hogyha az nem sikerül, akkor vegyük el az autós jogsimat. Ez jó. Ugye, hogy jó. Ez az a legmenőbb. Kötelező letenni a bringás jogsit, de ha nem sikerül, bukod az autós jogsit is, így van. 15 kérdés mondtál. 15 kérdés. Össze kellene állítani egy ilyen 15 kérdésből álló ilyen kis vizsgát, és onnantól próbáljunk meg ezt tényleg elérni, hogy ez kötelezővé váljon minden egyes kerékpáros számára. Megnézlek, hogy a kis forró nacidban szűkölsz majd ott a kressz vizsgán. Jó, de csak azt szeretném. Jó, de csak a forró naci miatt vagy rá kíváncsi. Forró naci kis tornaciból, hogy ülsz a kressz vizsgán. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, milyen tapasztalataitok vannak jobb ringás oldalról, miért utáljátok az autósokat, szedjétek össze azt is nyugodtan, illetve autósok, kinek mi baja van még mindig a bringásokkal, mi a legnagyobb baj velük, mit nem látnak, mit nem csinálnak, mi az, amit még mindig nem hajlandóak megtanulni. Jó? Írjátok ezt meg nekünk. Egyébként már nagyon sok már nagyon sok SMS jött a témában. Úgyhogy jövünk mindjárt Enikő hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8 óra múlt 43 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek, Jerry Halliwell. Bizony, donde sta mi chico latino? Mi chico latino. Ez olyan, mint egy fiesta dal. Igen. Nem? Ők is ilyeneket gyomtak. Nem így van? Nem így látom van. A kezeket. Csak Jerry Halliwell értett a szöveget. Csak Jerry Halliwell, igen, és valódi dallamokkal. De jó, szeretjük mi a fiesztát is. Egyébként holnap retrónap, csak mondom, holnap retrónap DJ Oti akcióban. Hurrá! Te jó lesz! Várjátok, alig. Hát ne tiltakozzatok! Én alig olyan beteg várjátok. Vagyok, lehet, hogy holnap már nem tudok jönni. Na de miért? De most miért? Na. Mert meg kell hallgatnod majd egy jó kis groove house-t? Oh! Egy jó kis hip-hop boys-t? Jaj! Nem, mert cigány útra szaladt egy kis kötöző csonka. Az bizony, bár az szaladt volna. Az nem szaladt sehova. 40-nek a marha szegyet és kicsit megállt. Megállt a gyomrod felé fél úton? Gyerekek, azt föl tudnám dolgozni, de négy ezt jó. A retro napot... Feri nem kenyérrel tunkolja ki a szaftot, hanem disznó sajta. Legyen valami íze, mi? Hát jó is az. Na, hát gyerekek, izzik az SMS vonal, ég a Facebook oldalunk, és mindenki harcol mindenkivel. Komolyan mondom, őrület van, mert hogy egy nagy közhelytémát vettünk elő, de nem azért, mert hogy nem volt más, hanem sokkal inkább azért, mert egy internetes portál összeszedte a 11 ok, amiért sokan utálják a bringásokat. Ez a cikk címe, és hát itt elszabadult a pokol SMS-ben. Mindenki szid mindenkit, mi is kicsit összeugrottunk. Nem nagyon. De sok minden nem értünk a másik viselkedésében. Ugye én csak az autós oldalt tudom képviselni, Feri sokszor képviseli a bringás oldalt is, annál leginkább a gyalogos oldal, ugye, mert nekik nincs autójuk. Igen. És Van autó, de nem járok vele. És itt mindenki beszól mindenkinek, és őrület van. Igen. Senki nem szeret senkit ebben a városban. Itt a helyem, éreztem, hogy elindultak a na, te mit szeretnél? Te gyalogos oldalról közelíted a dolgot. Én gyalogos oldalról közelítem, például az egyik nagy problémám az Árpád híd. Igen. Pestről megyünk Budára, előttetek van. Pestről megyünk Budára. Igen. Jobb akkor a jobb oldali része az Árpád hídnak, az a bicikli út. Igen. De nem ott mennek. Nem ott mennek. Hol hanem mennek? Bal oldalon mennek. Tehát nem megyünk baloldalon, jobb oldalon megyünk a balon is, mert egyébként nem tudsz fölhajtani rendesen a jobb oldal is átvezetőre.
Tudod? Na nekem is ez a bajom, hogy igen. Miért ott mennek, ahol nincs bicikliút, és miért nem a bicikliúton? Nem, konkrétan tőlünk a Népfürdő utcától kanyarodtok már föl a bringával. És tehát én a másik oldalról jövök Civike. Ahogy te a csülkeidet rakod, érted, az Árpád hídon, és lenézel a Dunába, és papírhajókat dobálsz be. Mi az Isten zavar téged, hogy mögötted 2 méterre én elmegyek? Tudod, miért zavar? Mert mikor bentem át a gyerekkocsival, volt, hogy beleakadt a kezem a bicajosnak a kormányába, hogy te igen, igen, az Árpád hídon. Nem, toltam a karinát, és beleakadt a kezem. Na most neki ott van a másik oldal a bicikli. Miért nem azon megy? Miért nem ott van nektek? Bárhol mész föl a hídra, hát csak egy benned kell egy kicsit tovább. Ha a Pesti oldal, halba ugye mindig át tudsz menni a bal oldalra. Hát mész a 8 sávon. Hát nem, a híd alatt meg tudod. A Flórián térnél az egyik oldalon, a másik hídnál meg az Árpád híd Pesti oldalon. Itt is át tud menni az Árpád hídnál. Hát hogyan a Népfürdő utcánál át. Budai oldalon át tudsz menni. Persze, hogy hát nem akar átmenni. Nem elusta. Na Feri nem megy át, hát persze nem megy. De átmegyek, de te meg azért, mert haragszol a bringásokra a szegény gyerekedet, babakocsival kihúzod elé, vagy kitoltad elé. Tök igazad van, Anna. Én ezt nem szeretem. Egy mondat, most festették föl a friss bringa utat, a Hegedűs Gyula utcába. Gratulálok. Tehát eddig is szűk volt, klassz volt. Na most gratulálok. Tényleg a parkolautóktól eddig se lehetett elférni, most a körúttól egy irány ugye a Hegedűs Gyula utca, Dráva utca irányába, fölfestették a bicajutat, amit mondtatok valóban kint ugye az elsőbségadás tábla. Miért nem fájnak ennyire, mint ez a az kerékpárosunk? Is fáj, még szűkebb lett. Jani, elsőbség... De hát egy gyalog mész a járdán végig színű. Mondhatom? Persze. Elsőbségadás tábla van kint ugye a kereszt utcákból. Most a Hegedűs Gyula utca ugye a főútvonal. Nem látsz be, hát ki kell tenni az autóórát, úgy fog elcsapni a bringa úton, ahogy kell. De ott hogy? A Bessenyei utca egyebek. Mindegy, ennyit akartam, elmentem, teszem a dolgom. Tedd a dolgod. Jó, de jó, amit mondasz. Egyébként szerintem a tessék? Tipikus, az a, imádom ezt. Ne gyere vissza, egyik, ne hagyd magad behergelni. Tipikus zsörtölődő gyalogos egyébként. Így van, és tudod, még az is egy oldal. Még a gyereket tolja a szó átvit, és valódi értelme is maga előtt, tudod, ez a legfontosabb ér, mert én anya vagyok. Nem csak a gyerekkel, mikor nem volt gyerek, akkor is probléma ez az Árpád hídon. Hogy akkor ő egy üres babakocsit tolt, tudod? Nem a gyerekkel, tudjátok, hogy lehet ezt egyébként jól megoldani? Úgy lehetne megoldani, ahogy sok országban csinálják, hogy nem most teszed kötelezővé a kreszt, mert tényleg 70-80 is embereket már nem tudsz berángatni vizsgára, még 10 kérdés erejéig se, hanem azt mondod, hogy... De miért? Mert 80 évesen már az, hogy elmenjen akkor a... Akkor ne kerékpározzon. Elmenjen a kisboltból, a kocsmából vissza, és 78 éves is kitekeljen. Akkor hordják el. Kölközségben a piaca, nem fog már bemenni kresztvizsgálni. Anyám a faluba miért ne biciklizni? Ha érted, mindenki ismeri, nem ütik el. Mit parádézi? Viszont, Mari. Hallod, de most viszont, nem, várjál, de hogyha, bocsánat, nem menjünk el a téma mellett, mert hogyha most a 70-80 éves ember, akire azt mondod, hogy már ne tegye le azt a kresszvizsgát, de igenis tegye le, mert hogyha az autós pedig elüti bent a faluban azért, mert hogy hívják, itt mandinerezget az út két széle között, érted, meg nem világítja ki normálisan a bringát, azért az autósnak is, ez egy hatalmas trauma. Hogyne? Én nem akarok róluk lemondani, csak azt mondom, hogy nehezen lennének már becsábíthatóak szerintem, vagy nem is biztos, hogy elvárható. Viszont amit sok országban csinálnak, és ez egy jó rendszer, hogy a baromi sok értelmetlen, meg hülye óra helyett, amit te tanulsz teljesen fölöslegesen, akár általánosban, akár gimnáziumban kötelezővé tennél egy olyan közlekedési morált segítő órát, ahol alapvetéseket tanulsz meg úgy a kresszről egyébként, te mind gyalogos, mind jövendőbeli autóvezető, mind bringás, vagy mint az, akinek valamikor lesz jogsia. Tehát egy jogsihoz hasonló képzést adnának neked már mondjuk szakközépiskolában, vagy gimnáziumban, érted? És lenne minden héten 3 darab kresszórád. Néhány suli csinálja, tök jó. Ahol alapdolgokat tanulsz meg, hogyha bringára ülsz, ez és ez van, ezt is ez kötelező, ezt is ez nem kötelező, és a következő generáció már úgy ülne bringára, ami nem most érne be, hanem majd, mit tudom, 5-10 év múlva, hogy ők már tudják azért a közlekedést használni. Ismerik a táblákat, értik, hogy mit csinálnak vezetés meg bringázás de közben. Te leginkább bringázás közben. Meg a én tanítgatom, ugye, én most is tanítgatom, hogy stop tábla, egy erangú kereszteződés. Stop tábla, itt átmegyünk, gyere stop belé. Stop apa, nem fékezünk. Gyere gyorsan utána. Nem fékezünk átérünk. Senki kedvéért. Érted? Tehát, hogy, és most mit tudom, én a halálosan dögunalmas, tök fölösleges kémia óra, kovalens kötése helyett tanuljon a gyerek, ha érdekli. Na jó, nekem ez a veszőparipám. A kémia tanárok ezzel vitatkoznának egy picit. De tényleg, tanuljon inkább a gyerek, mit tudom, kreszt. És tök jó, úgy megy már ki az iskolából, hogy valami valóban hasznosat kapott, mert nagyon hasznos a kovalens kötés, én aztán értem, persze, baromi jó. A később jó jöhet még. Mondj egyet, az életed az elmúlt 30 évben, amikor használod kellett a kovalens kötés. Ha kémikus vagy, akkor például nagyon. Ezzel nem tudok vitatkozni. Nézzünk gyorsan egy-két SMS-t. Keresem azt a taxist, aki múlt szerdán 17:40-kor elsodort az Asztúrián, és ott hagyott, amikor mentem egyenesen a biciklúton, ő meg rám kanyarodott jobbra, szerencsém volt, csak a fejemet vertem be, lehorzsolódtam itt ott, hajni küldte nekünk. 2 éve nem bringázom, mert a budakeszi
úton lefelé egy rendőrautó befékezett, én meg simán siklórepülést hajtottam végre. Orrtörés, csuklóficam, elvette a kedvet a repüléstől, ezt István írta meg nekünk. Fuvarozóként dolgozom, és elég sűrűn akarnak előttem meghalni a biciklisek, főleg az irányváltásuk jelzése és a hátrafordulás mellőzés miatt. Ez is egy érdekes hozzászólás. Autósok, bringások írják most. Engem az apám például úgy tanított, hogy ha valamerre le akarsz kanyarodni, akkor szépen kiteszed abba az irányba a kezedet, hogy lássák. Az a baj, egy kézzel meg elesel. Láttalak bringázni, olyan suta vagy, hogy nem ilyen kartoknak csinálni, hogy mész le az Isten egy úton, jelzel jobbra, bal kezed megre, meg is olyan. Akkor foggal ráfogok. Járdán tilos bringázni, egy, kettő. Van kerékpárút, kötelező azt használni. Három. Vannak közös kerékpárút, gyalogos utak, szaggatott vonala elválasztva. Négy. Kerékpárúton van maximális sebesség. Írom ez bringásként, aki autót is vezet. Pazi Gyuri küldte nekünk. Nyilván majd a 800 éves marinézni vizsgázni fog, hogy el tudjon nyöszörögni a boltba, írta nekünk. Egyfelől jogos, másfelől meg tényleg rájuk nézve is kötelezőnek kellene lenni ennek a kressz vizsgának. Egyébként nem akarom nagyon nyújtani, de hogy azt a rohadmányos egyirányú utcát se értitek még mindig bringásként, azért ettől is feláll a szőr hátamon. Mi használjuk. Azt gondoljátok, hogy minden egyirányú útba ti jöhettek, és nem tudjátok megtanulni, hogy egyirányú útba is csak akkor jöhetsz be egyébként bringásként, ha azt megengedi neked egy tábla. Nem minden egyirányú úton lehet szembe jönni, meg fordulok be, és jössz velem szembe. Húzódjál, pont elférünk. Nem miattam lesz ezt a karcolva, drága autó, megnyugodhatsz. Igen. Kötelező haladási irány a bringásokra miért nem vonatkozik? Békés Csabán az okosan a sétál utca közepén van a bringa út. Gratulálunk az illetőkhöz. Na hát ott legalább autóval nem ütközöl, ahogy a sétáló utca. Igen. Hosszú évekig bringáztam, de bicska nyitogat, ahogy mennek a bringások, és amilyen jogot kapnak. Margit hídon, Járdán is mehetnek, és az úttesten is. Miért? Ezt Domi kérdezte tőlünk. Bro, hát, igen? Hát, na. Bro? Meg őket? Bro? De. Bro? Tesó? Koli? Tesó? Koli? Ferjó? Hát mi az, hogy nem lehet menni azon a fölháborodva, hogy biciklizhetsz ebben a városban? Ne szórakozz már, minden európai normális város ma erről szól. Járjál bringával, meg tömegközlekedéssel. Hát, nem, nem is, soha nem a bringások ellen beszélek, abszolút persze. Egyetlen javaslatom lenne, kerüljön a bringákra, és rendszerem úgy, hogy lekövethetőek és számon kérhetőek legyenek. MS-e. Írta nekünk. Egyébként nekem nem egyszer húzták meg az automat, úgyhogy soha nem tettek rá betétlapot, csak mentek el, közlekedés mellettet, kicsit leveri a tükröt, nem rohansz utára, nem éred utol, nem tudsz nagyon mit csinálni. Nem egy rossz rendszer, nem? Valamiféle azonosítás. Ja. Egyébként igen. A például az is egy érdekes felvetés, itt valaki írta, szabálytalanul a bringás halad, és belerongyol a te autódba. Ki fogja kifizetni a kárt, mert az én bringámon ugye nincs biztosítás. Hát, jó felvetés. És azért egy, mondjuk felvetés. Csak egy elemet, ha az én gyönyörű 110 kilós testem behorpaszt, az nálad egy csere, festéssel együtt, érted, azért az pénz. Na, mi hát történik? Az teljes elemcsere. Ha te jössz nekem, az... Az még a másik oldalt is bejukasztja. Gajtörő, rács, ki kell húzatni az alvázat. És elmegy az alvázat. Balázs Verdáján egy kobor cserebogár is úgy megy át, mint egy kumulatív lövedék. Ja, gyerekek, jó az. Jó az. Angol autó, jó az, ne bántsátok. Van nekem elég bajom vele. Mi is vagyunk ezzel. Vettetézzétek a baj. Pécs Orfű van bicikli uniós sok pénzből, akkor se használják, bicikliznek a szerpentines úton egymás mellett. Na olyankor én is káanyázok. Ezt Kami küldte nekünk. Hát igen, szóval alakul a helyzet, de még van baj. Van baj bőven. És minden oldalról van baj. Minden oldalról van baj, így van, nem lehet igazságot tenni. Játszunk, jó hármas ugrást, már itt is van a játékosunk. Tudtuk a választ. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hogy? Még Dévényi bácsi dumált alatt. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Ú, de jó a vonal! Szia! Azt a mindenit! Halló! Halló! Hogy? Halló? Igen! Ki vagy? Alex, halló! Alex, szia! Hú, de nem jó a vonal. Hol vagy te most? Bocs, benn vagyok a legsütitebb istálóban, mindjárt jövök. Gyere már ki az istálóból. Kimegyek. Addig mondd el, Jani, milyenek a kérdések? Totál klasszik. Totál klasszik? Aha. Lovász vagy? Igen. Meg biciklis is. Lovász és bringás. Aha. Igen, nagyon nagy bringás vagyok. Hát akkor biztos hozzá tudsz volni, nem bírod az autósokat, vagy neked velük van bajod, nem? Nem bírom, én igazából azt nem bírom, hogy a minden, szóval én teljesen fel van szerelve által a biciklim, szóval nem lehet azt mondani, hogy nem vagyok látva. És van olyan, hogy este némelyik barom úgy megy, mint az állat, én meg majdnem lesodródok. Már volt ilyen, hogy egyszer lesodródtam, azt összetöltem a bringámat. Ó, lesodort egy autós? Ha, pedig ki voltam világítva, mint a karácsonyfa. És nem villogót használok.
hanem rendes, rendes. A rendes lámpát. És én agydinamós lámpát használok azért, mert az a legjobb. Agydinamós, de szeretem ezt a szót, tehát önmagában retro, agydinamós, de jó. Nem retro, mert mai 21. századi találmány. Régen a törzsdinamó volt nagyon sokáig. Mi a tényleg? És az visszafogja a kereket, az azért nem szeretem. Bizonyám, hát igen, ott tekerni kellett igen, valamire. Igen. Attól lehet zombosodni. Igen, az visszafogta a kereket. Egyedül hát, vagy, hogy van, aki segít neked? Hát mindjárt, itt van, azt szerintem a főnök úr is. Meg itt van a kollégám is. És mit kell most csinálnod? De tisztába tenni őket, istálót takarítani, etetni, mi van most éppen, mi a feladat? Hát most én még egy trágyázást tartok, de már csak 6 boxom van a 10-ből. Meg ezelőttől fent is tart, megcsináltuk. És mozgatod is őket? Kiviszed, futószárazod, dolgozol is a lovakkal, vagy csak te vagy az, aki ott... Hát én viszem ki őket a karámba, igazából mindent a bértartók csinálnak. Ja, bértartók a saját lovakkal. Jártatóba rakjuk őket, hogyha kérik, meg ilyesmi. Na. Bértartó? Vannak ilyen ismertebb emberek is, akik ott lovat tartanak nálatok? Hát én nem tudom, nincsenek ilyen emberek. Csicsolina, persze. Csicsolina, hülye. Jaj, hogy hiányzik nekem a lovaglás, te jó Istenem. Azt hittem Csicsoli. Jaj, igen. Nekem mondod, itt vannak a lovag, de nem zavagolhatok. De szeretsz egyébként? Hát persze, téged mindenki tanulni. Szeret valami. Meg akarsz tanulni? Nem tudsz még lovagolni lovászként? Hát így, 6 éve foglalkozok lovakkal, és nem. Na, én elkezdtem, de nem tudok. Én annyira szeretek, csak hát így két gyerek mellett, még ennyi munka mellett az emberek nincs ideje, pedig olyan jó. Jó dolog. Most jelenleg a bringázásba élem ki, amikor szabad időm van. Az is nyereg, 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 ugyanaz. Nyereg, kontra, ó. Drót Szamár, jó az. Na nézzük az első kérdést, figyelj. Na nézzük. Szól. Melyik magyar rajzfilm sorozat főcímdalában hangzik el, hogy van abban valami báj, hogyha kacag a máj? Hát ezt nem fogja tudni. Régi. Ne, hát Géza, Géza. Nem is ő tudta. Főnök úr megérkezett? Főnök úr másik korosztály, mint te, ugye? Hát én is itt néztem Mézga Gézát, csak így hirtelen köszönöm. Mézga Géza, nagyon jó. Menjünk tovább? Menjünk tovább. Baseball sapkáért így szól a második kérdés. Milyen színek láthatók az autópálya végét jelző kresztáblán? Kék-fehér. Szedjük össze. Na? Kék-fehér. Igen, és még? Szedjük össze. Fekete. Hát ezt így elkapkodni, dehogy is nem. Szerinted, ha vége van annak, és át van húzva, akkor milyen színe lehet áthúzva? Pirossal. Hát na, persze, vagyis, így van. Fekete meg egyáltalán nincs rajta. Kék, piros és fehér, ez a három szín. Picit kapkodtál, igen. Elsietted, mert ugye egyébként ügyes voltál, Alex, de egy picit elsietted, tudtad volna. Az a baj, hogy autópályán nem járkálok biciklivel, mert nem szabad. Hát ott ritkában megy az ember, igen, bringával. Alex, bumozni nem tudsz, az a harmadik kérdés után van, úgyhogy elköszönünk ajándékcsomag nélkül. Ne haragudj. Jó van. Jó? Köszönöm szépen, fiúk. Hello. Sziasztok. Szia. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Ilyen lendületes volt pedig, ilyen magabiztos volt. Jó. Az a típus, akit kidobnak az ajtón, és belászik az abrakon. Enikő, hello! Jönnek a hírek? Szia! Igen. Jó lesz? Jó lesz, nagyon jó lesz. Lovagolsz? Nem, inkább a kutyaposztodban. Szeretsz lovagolni, csak mindig bevered a fejed az éjjeli szekrénybe, mi? Igen, ez nagy baj. Ahogy szoktam volt mondani. Senki nem lovagol, csak én? Senki a stúdióban nem szereti a lovagolni? Én kiskoromban lovagoltam. Tényleg? Már akkor a papát térdén. Nem, de ő vitt el. Meghallgatjuk. Csak már kellemetlen volt, annyira élvezted. Papát lecsukták. Hallod, egyre már a kis Enikőt a fasz térdéről, nem? 9 óra van, pontosan meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. A Klassz FM-en. 9 óra múlt 13 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk a Klasszon, és folytatjuk. Főleg a hallgatóinknak. A Morning Show-t, leginkább a hallgatóinknak. Így van, elvonulni látszik a vihar, reméljük már sehol nincs nagy víz, néhány helyről kapjuk az SMS-eket, hogy még nincs áram, valaki pedig az utolsó segélykiáltás helyett is még az utolsó telefonjának utolsó lehelletével bennünket hallgat. Reméljük, hogy előbb-utóbb mindenhol megoldódik a dolog. Tegnap tényleg özönvíz volt. Hát elképesztő képeket látni. De egyébként a Facebook oldalunkon is, mert hogy kértük hallgatóinkat, hogy töltsenek föl az oldalunkra képeket. Döbbenetes, hogy autók állnak aluljáróban víz alatt, és szügyig ér a víz, de tényleg. Az autó szügyig?
Az autó szügyéig érte. Az autó szügyéig? Erre majd még később visszatérünk. Az autó szügye az a hűtőrács? Az autó szügye az az alváz. Nem? Nem, az a hasa. Igen? A szügye hát a szügye van. Az följe van, az a melle. Ja, de ne, mi nem mondjuk okosokat a lóról, mert mi nem értünk hozzá. Ez igaz? Én sem. Na, szóval, hogy most már jobb idő lesz. Sőt, mi több, vannak akik ugye most mennek nyaralni. Nagyon sok hallgatónk írt, hogy kívánjunk nekik jó időt. Kitartás, hétvégére már egyébként egészen jó idő lesz. Legalább 18 fok. Úgyhogy... hát az tök jó. Bringázni például tök jó. Balcsi körül, na? Bringázni Balcsi körül, így van. Na. Jó van. És Kassza Tibinek bizonyjuk, hogy több vizes, meg az árvízzel, meg az esővel kapcsolatos képet ne tegyen fel. Elég a 10. Az oldalára? Tibi nagyon durván nyomja most. Szereti. A... Szereti. Aha. Aha. Jól használja ő az oldalát. A lájkokat szereti. Jó, ügyesen használja az oldalát. Igen, közben hallgatunk, küldött egy olyan képet, ahol valahol eltűnt az út. Gyerekek, a Fővám téren konkrétan beszakadt. Kaptunk egy olyan képet, hogy beszakadt az út. Hál' Isten személyi sérülés, ha minden igaz, nem történt, de hogy egy ilyen 10-12 méteren eltűnt az út. Úgy, ahogy van. Ez elképesztő. Erre a vízmennyiségre egyszerűen nincs felkészülve az ország. Ezt adom. Ezt most adom. Lehetnék a katasztrófa védelem szóvivője? Ez alapján, amit most toltam. Ahogy nem, most ki kell magyarázni, az nem jó, hogy erre nincs felkészülve. Ez még kevés. Ott azt kell mondani, hogy készen állunk. Kicsit tényleg. Megtorpantunk, de megyünk tovább. És köszöntjük a pulpituson a katasztrófa védelem szóvivőjét, Való János dandárőrvezetőt. Dandárőrvezető. Jó, azért legyetek nyugodtak, ez máshol is okoz problémát. Tehát nem arról van szó, hogy a magyar csatornák ezt nem bírják elnyelni, és velünk van a baj, ezért ez Németországban, Lengyelországban, Csehországban, ahol esőzések voltak, egy hihetetlen nagy probléma, hogy ennyi víz zúdul pillanatok alatt az országra, a városokra, hirtelen nem tudnak vele mit csinálni. Trafi hátán M5-ös Pest felé 88-as, a 83-as és a 73-as kilométernél ezt kéményseprő küldte nekünk. Aztán Pest felé a Bagi lehajtó előtt pár méterrel három kutya sétálgat a szalagkorlát mellett, Betty küldte. Nézem, hogy mi van még. M7-es Pest felé, 60-as kilométernél a hídról fotóznak egy transporterből. Mindenki vigyázzon, kihajtónál három darab elfogó autó várja a kuncsaftokat. Sanci írta nekünk. M3-as autópálya Görbeházi, Molkút, Budapest felé, mindenkit kiterelnek, teljes kontroll van. Aztán mérnek a rendőrök a 832-es számú úton Nagy Imót és Pápa között, valamint a Szabadság híd lezárva mindkét irányban, itt van, amiről ugye kaptuk a fotót is, beszakadt az út a Fővám téren, a villamosok csak a Szent Gellért tértől járnak, pótlóbusz nincs, hetes busz van, úgyhogy ott ne nagyon várjatok. Bosnyák téren baleset a kereszteződésben, M3-as 182-es kilométerénél, mindenkit kiterelnek, így van, ezt az előbb mondtam, és műszaki hibás teherautó a 44-es főút Lakidelki szakaszán. Ajajajajajaj. Hát sok a baleset, és sok a trafi. És sok minden van. Na, holnap viszont nyárbúcsúztató retrokart. Király, én már nagyon várom. Gondolom. Hogy számolod a perceket nyilván. Hogy hazudsz. Ti mindketten olyan jól hazudtok, de hát ezt nagyon jól csináljátok, hogy nem veszitek el a kedvemet. DJ Oti kedvét, hogy kinyissa holnap a lemezes táskáját. Elővegye kedvenc bakelit lemezeit, és feltegye pörgetni őket. Még bakelitről nyomod? Holnap bakelitről. Holnap bakelitről. Az a jó. Annak idején volt egy olyan pasztám, képzeljétek el, amit rá kellett kenni a bakelit remezekre, bement a barázdák közé, meg kellett várni, amíg megkeményedik, aztán pedig így le kellett róla húzni, mint valami ilyen, nem tudom, ilyen arcmaszkot. És kiszedett belőle minden port a barázdák közé, rohadt drága volt, iszonyú gyorsan elfogyott, de néhány napig annyira jó minőségbe szólt a lemez, mint soha. Egyébként. Abból volt a profi verzió, hogy egy ilyen kis sínt tettél a lemez fölé, az megvan. Beöntötted ezt a folyadékot, igen. Egyszer körbe tekerted, és gyönyörű hártyát Jézus húzott, alig vártad, hogy megszáradjon. És egyenletes volt. És levetted. Nekem ilyen nem volt, nekem csak ilyen plüss törlő volt, ami rátett. Plüss macink, és az a hallgatunk zenét. 14 évesen még belejátszott, közel kerültünk egymáshoz. 12 évesen szakítottam ki hátul a fenekén a varrást. És utána csúnya dolgokat műveltem vele, de sose panaszkodom. Ugye rátettem ezt a kis párnát, és akkor elindított az a bakelit lemez, és akkor szépen az a párna ugye körbe törölte a lemez, de ilyen maszkos menő high-tech pucom, az sose volt. Nagyon jó volt, csak mondom, rohadt drága volt, és iszonyú gyorsan elfogyott, de most megint itt elkezdtek. Szóltak azok a jó kis Jubuton lemezek. Elkezdtek megint LP-ket nyomni. A diszkósoknak gondolom elsősorban, meg ilyen audiofil gyűjtőknek, és valami irgalmatlan lóvé lehet kapni egy darab lemezt. 50 ezer. Mi van? Igen? Hát úgyhogy akkor... hozhatod. Akkor ezt kap ki! És... egy, kettő, három,
volt. Megszólal a zene, gyere pattanj, mint a kő. A Józsika felüt itt, mint a levegő. Már nyergelem a korongokat, hogy te jól mulass. Én a lemezlovas. Vágatunk majd nappalokos éjszakákon át. Kapaszkodj a partnerembe, fogd a derekát. Táncolni fog mindenki, ha kicsi, ha magas. Én is a lemezlovas. Gyerekek, a diszkó mindig nyitva áll. Mindegy bejöhet, nincsen korhatár. Aki bátor, kezdje már. Tükörök a szene, bonat, cikázik a fény. S minden napra akadó is sláger költemény. Már nyergelem a korongokat, hogy te jól mulass. Én a lemezlovas. Istenem, egyszerűen megmutatlan. Nézzétek, olvassátok, hallgassátok a három kívánságot! Éljen a három kívánság! De kis csöcsös az öltözőben találkozik! Jaj, hát ez lesz, ez lesz, ez lesz holnap, gyerekek! Ez lesz holnap, ez lesz holnap! Én a lemezlovas! Olyan... Mi lesz most Tibi bácsi? Megitta van már olyan cikória kávéját azzal a kis rummal. Jaj, Istenem! Várjátok már a holnapot? Ezt már egyszer kérdezted három perccel ezelőtt. De most már sokkal nagyon jobban. Őszintén kell a biztatás, kell a biztatás. Azt szeretném, hogy csillog a szemetek, dobálom a pöttyös labdát, pontos labdát, nyújtózkodtok, egymás alá estek, és el akarjátok kapni azokat a dalokat, amiket én kiküldök a térbe. Szeretném látni a lelkesedést. Érezni akarod a hátországot? Érezni akarom, hogy velem vagytok. Nem kivonultok, és ilyen kis kettős ügynökként kinevetitek az én kis retrodalaimat, hanem velem egy kicsit távolról fanyalogva, és kicsit irigykedve. Igen, kicsit megvetve, kicsit elitistán, így néztek rá, milyen dalok ezek. Holnap velem kell jönnötök. Ott fogunk állni a sor elején a zászlóval, amelyen az arcképed lesz majd. A barikádom. Ott fogunk majd. Utálkozó, nézzünk be a szobába, ott állunk majd Ferivel a sarokban, ő egy kis angol szalonát, én meg mondjuk zellerszárat a ropogtatok. ropogtatott volna reggel, a Feri adta volna neki, igen. Na, egy röpke kis villámlátogatásra hazánkba érkezett Hosszú Katinka. Hoppá! Mert hogy, hát ugye véget ért a kazanyi világbajnokság, de már is ugye ő elröppent Moszkvába. Ahonnan egy kazanyi éremet. Így van. Úgyhogy Hosszú Katinkát kérlek, vezess föl röviden. HK. Megérkezett, és kaptunk tőle interjú lehetőséget. Ez nagyon ugyanis pár napra hazajött, el tudjuk érni telefonon, de hát ő ugye megy tovább, mert hogy most pedig ugye világkupa sorozatot rendeznek, így van. És ott is hozza az érmeket, és rommán nyeri magát, imádjuk, kedveljük, többször beszéltünk vele, úgy döntöttünk, egy kicsit felhívjuk. Így van, most a Hosszú Katinka, ugye, akiről beszél. Az európai szakaszt a világkupa sorozatból már meg is nyerte, és hát elég nagy eséllyel indul mondjuk a teljes sorozatnak a megnyerése irányába, hogy ilyen szarul fogalmat. Hát de értettük az akkor a közszegparádét, akkor a közszegparádékat tolsz, hogy ilyen én is. És minden esélye megvan arra, hogy a következő három hónapban is legalább ennyire jól szerepeljem a szó a stúdióját. Amennyiben nem így lesz, akkor tévedtem, előre is elnézést kérek. Na, itt van velünk Hosszú Katinka, jó reggelt, hello! Jó reggelt! Jó reggelt! Hát nehezebb veled interjút csinálni, mint a köztársaság elnökkel, komolyan mondom, Kati, hát itt már hónapok, napok, hetek óta vadászunk rád, mindig lepattantunk, itt úszol, ott úszol, nem érsz rá, holnap, medencében vagy, és utazol. Nem azért, mert téged zavar a beszéd közben a bajuszod, mint a köztársaság elnök. Most éppen itthon, egy rövid időre. Éppen itthon vagyok, igen. Éppen itthon vagy. Na hát először is szeretnénk gratulálni. Szeretnénk gratulálni az érem halomhoz, amit hazahoztál, és azóta már ugye hát a világkupán is. Mert egy ontott magadból az érmeket, és szeretnénk gratulálni. Hát köszönöm szépen. Mondjuk ez az első két állomás a világkupának az elég kemény volt, így a világbajnokság után egyből. Azt mit jelent, hogy kemény volt? Tehát, hogy nem tudtál rákészülni, nem tudtál regenerálódni, gondolom én, nem? Hát igen, mert tényleg ugye 400 meccs volt az utolsó nap, ugye az már 8. nap volt ugye a világbajnokságon. Utána egy napunk volt, hogy átutazzunk Moszkvába, Kazánból, és másnap már verseny volt. Hogy lenni regenerálódni, hogy az ember már vizet lát, rázza a hideg? Hát ezt nekünk civilként ugye baromi nehéz elképzelni, hogy egy nap pihi, mész, és újra be kell ugrani. Nem utálod ilyenkor, hogy újra úszni kell? Hát ez azért mondtam, hogy kemény volt ez a világkupa már, mert ez azért úgy igen. Tehát úgy nehéz volt belegondolni, hogy na most akkor még kétszer leúszni ugyanazokat a számokat 4 nap alatt, úgyhogy az nem volt egyszerű.
Hány éve kezded minden reggeledet medencében? 20, 25, mennyi? Lassan 20. 20 éve. Mi az, amit reggel így magadnak el tudsz mondani, hogy keljek föl megint 5-kor azért, hogy leúszak nem tudom én hány száz méter? Hogy lehet motiválni ennyi idő után saját magát az embernek? Hát hogy ne lehetne? Tehát ilyen eredményeket sikerül elérnem igazából. Én úgy gondolom, hogy amit munkád nekem bele kell tennem, az teljesen megéri. Tehát nincs is kérdés, menni kell, és akkor veszélyre. Olvastam egyszer, talán a Darnyival egy interjút, ő azt mondja, hogy mindig énekelt magának, mert hogy órákig a medencében vagy baromi magányos vagy, egyedül vagy, gondolkozol, és csak úszol, sehol senki nincs, tényleg hajnali 5:30 sötét, és addigra már a 20. hosszú úszod. De mit csinálsz? Szavalsz magadnak, gondolkozol, levitálsz? Mit csinálsz közben? Akkor a Darnyi Tamás akkor nem edzett elég keményen, ha énekelgetett. És képzeled, mi lett volna, ha még edzett is van? Igen. Hát ez az. És emit, ha a 25. hossznál se kezd el az ember agyazakatolni például? Vagy tényleg beszélni magában? Ne, ha én igazából mostában kezdem megtanulni, hogy tudom úgymond kikapcsolni az olyan, és tényleg arra koncentrálni, amit csinálok. Mert nekem mai napig vannak technikai dolgok, amiken még próbálok javítani, hogy egyre jobb legyen, és ahhoz meg ott kell lenni teljesen fejben is. Tehát nincs olyan, hogy akkor teszek hozzá 10 dek a túrót, veszek egy kicsi padlizsán, este megcsinálom, berakom a sütőbe, azt a pasim is nagyon szereti. Tehát ilyen elképzelhetetlen, hogy még megyek piacra, meg kell vennem 10 dek a fehérretket. De igazából tényleg általában a dolgok, amiket így el kell intéznem napközben, az általában jegyzésen szokott így beugrani a fejembe, úgyhogy... Márta, jó nyomom vagyok akkor! Néha a sénnek mondom, hogy ezt írja le, mert akkor nem felejtem el, de ahogy kiszállok a vízből, utána elfelejtem, hogy kellene valamit is csinálni, és majd másnap ugye eszembe jut megint. Egy fordulnál kikiabász sének, hogy... Két kilo probléma! Egy csomag zállalom! A Sén a férjed, ugye? Ezt nem talán nem mindenki tudja. Férjem, edzőm, menedzserem. Hogy bírod 0-24-ben? Azt a mindenit neki. Ő ennyi minden tényleg a te életedben? Férj, menedzser, edző, pszichológus, tényleg? Hát meg még minden más igazából. Hát jó csapat vagyunk, mi imádunk együtt lenni, tehát igazából... De ő ezt tanulta, ő egy képzett ember, vagy ez csak költséghatékony? Mert hogy baromi jól működik, de hogy... Tehát, hogy ez egymás tanulta. Tanulta. Igen. Aha. És nem fura, hogy az ember a férje bejön mondjuk az öltözőbe egy nagy futam előtt, és akkor ő tesz helyre? Vagy hogy ketté lehet ezt így választani, hogy egyszerre férj, barát, társ, pszichológus, edző? Hát azért ez egy érdekes élethelyzet lehet. Nagyon érdekes. Most már ugye 3 éve dolgozunk együtt. Nagyon sokat kellett nekünk úgymond tanulni, meg úgy kezelni ezeket a szituációkat, de egyre jobban működik, én úgy érzem. Tehát egyre jobban érezzük azt, hogy milyen szituációban milyen szerepeink vannak, és próbálunk mindent igazából így a célokért alárendelni. De azóta is megy, mióta te vagy, mióta ő az edződ, nem? Tehát azóta hozol ilyen brutális eredményeket, tehát valamit nyilván tényleg jól csináltok. Valamit jól, igen. Figyelj, attól a Sén eleinte nem félt, hogy mondjuk azért nem tud veled elég kemény lenni, vagy mondjuk így, hogy könyörtelen, mert hogy szeret téged? Tehát, hogy emberileg is nagyon közel áll hozzád? Így érdekes, mert az elején nagyon lágy volt, meg nagyon úgy óvatosan voltunk mindketten, még 2012-ben, amikor elkezdtünk együtt dolgozni. Ma már azért nagyobb önbizalmunk van, és szerintem neki, mint edző, nekem meg, mint versenyző, jobban megbízok benne én is már, mint edző. Ma már keményebb, de nekem így könnyebb. Tehát azért néha kell az embernek, hogy valaki ott legyen, és úgymond helyre rakja, hogy hát figyelj, hogyha ezt meg ezt nem csinálod meg, akkor ne válasz majd a nagy versenyen, hogy abból világ. Akkor mi szex este? Akkor nem kapsz meg. Nem úszod le. Tényleg, milyen az ágyban sé? Ki a kis kifli, ki a nagy kifli? Figyelj, ez hogy tudjátok nem hazavinni? Hát az emberek egyszerre a barátja, az edzője, a pszichológus, ha elkerülhetetlen, hogy még abban a kevés napban, amit pihenéssel tudsz tölteni, akkor otthon is erről legyen szó. Vagy az ember ezt tényleg félre tudja tenni? Otthon, a magánéletben? Valamilyen szinten nekünk igazából az úszás az hobbink is. Tehát nagy szenvedélyünk. Tehát annyira, tehát ez nekem nem fárasztó, vagy nem olyan, hogy túl sok lenne. Persze, hogy néha hazavittük, tehát nincs az, hogy most akkor belépünk házba, és akkor innentől kezdve elfelejtjük, hogy úszás az létezik. De működik, mi élvezzük, amit csinálunk. De más is foglalkoztat, tehát nincs olyan, hogy a Városligeti Viktor vagy Csóra kezdetén sétáltok, és akkor a Sén, szerinted mennyi idő alatt tudnád oda vezetni, hogy már más témátok is, nem? Tehát, hogy tudtok máshol is beszélgetni.
Meg érdekel hát, más is. Hát hogy nem tudnánk másra, van egy cégünk először is, tehát nem csak van egy menedzsment cégünk, úgyhogy igazából nem csak az utazában, hanem az irodában is együtt dolgozunk, tehát tulajdonképpen tényleg egész nap, és nem csak edző, úszó, fél és feleség kapcsolatban, hanem kollégák is vagyunk, és partnerek is, úgyhogy van egy pár dolog, amiről tudunk beszélni. De olyan nincs például, hogy ugye, hát nyilván a világkupa sorozat is pénzdíjas, és azt mondja, hogy kicsim, ússzál jól, kell az autó. És akkor... Szetan! És már megvan a kupé! Tehát ilyen nincs, hogy ezt így megbeszélitek? Hogy hajrá, nyilván humorizálunk, csak kérdezem. Hát persze, hogy azért az embert a pénz is motiválja, de most ő nem azt fogja számolgatni, meg nem erről van szó, ugye versenyszám előtt, tehát... Persze, nyilván nem arra van, húszál kicsit már megvan az ülésfűtés is, tehát ugye nyilván persze, mi csak humorizálunk. Jelzálok! Figyelj, elírták a nevedet egy csekken, azt láttam az Úszó Szövetség Facebook oldalán. Hát ezért ez egy hálatlan dolog, hogy az ember átvesz talán egy 50 ezer dollárról szóló csekket, miközben még az abnormálisak a nevedet se tudták normálisan kiírni. Hát hogy van ez? Igen, hát ez így sikerül most, de azért nem tudjuk, hogy... Hát remélem tudjuk, az én vagyok. Hát remélem be tudod váltani majd, bemész, hogy rohadt nagy csekkel a bankba, besétálsz, és elnézést, hát nem, hát... Oda, hát igen, aggódtam is a vámnál, hogy fog meg átengedni 50 ezer dollárra. De hál' Istennek nem az összeget írták el, 5000 dollár. Igen. Elnézést, itt van valami kis... Egy nullát, és ezek lehet, hogy elhagyt, hogy igen. Ugye Katinka Hossú, ezt írták. Tehát igen. Még az ember nevét se tudják. Mi a következő, most hova mész? A világkupa az Hongkongba fog folytatódni szeptember végén, úgyhogy addig itthon vagyunk, edzünk. De akkor is nyaralás, hanem az is nálatok az edzéssel megy el? Ez jó kis augusztus. Egész évben vízpart. Hát mi egy, de most egy hosszú hétvégét kivettünk, de amúgy mi nem nagyon szoktunk elmenni nyaralni. Hogy nem nagyon szoktatok? Azt mondtad, hogy kicsit rosszul. Hát én 2011 óta nem pihentem egy hétnél többet, úgyhogy most szerintem... Több. Hogy terveztek egyébként így nyilván minél tovább, meg persze, amíg még vannak eredmények, meg amíg hozod az érmeket, meg nyered a versenyeket, de hogy szerinted meddig lehet ezt bírni? Hány évig még? Én 2020-ban még azért gondolkozom, tehát a Tokió Olimpia az még úgy jár a fejemben. Majd meglátjuk, hogy addig hogy megy. Hát meg majd családot is szeretnénk, tehát azért persze az is tervben van, úgyhogy majd meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok. Na beszéljünk a komoly dolgokról, akkor a köztársasági elnöki úrnál voltatok vacsorázni. Igen. Hogy főz Áder János? Mi volt a vacsi? Kifizetett ki át a cseket, mi volt a vacsi? Fú, jó kérdés. Most próbálok emlékezni, azt hiszem csirkemell volt. Na egy csirkemell. Rizibizi. Jó kis rizsabizsa. Egy csalálkó citúrós. Sehol egy kagyló, egy kis rák, egy kis beluga kaviár. Hát igazából ugye VB előtt voltunk, úgyhogy megkérdezték, hogy mi az étrend, és akkor hát az én étrendem szerint tettünk, úgyhogy egészségesen. Ja, mert hogy neked ilyen szigorúan kell ezt verni, tehát mit tudom én, úszás előtt este mondjuk megnézel egy sorozatot, még nyilván nem nézel, korán lefekszel, de magad elé nem vehetsz, akkor egy jégkrémes bödönt, és nem kanalaszhatsz ilyen nincs. Biztos, hogy nem. Tényleg? Persze. De mi mondom, megeszel 3 kanál jégkrémet, az másnap érezhető az úszodában? Hát nem, de hogyha egyszer 3 kanál, utána másnap megint 3 kanál, és az összeadódik. Tehát... Ja, és az összeadódik, persze. Úgyhogy ilyenekre is oda kell figyelni. A lemondást mennyire érzi az ember, ha már ezt felvetettük? Mert azért ez is egy érdekes dolog, hogy más azért jön, megy, bulizik, nyaral, dolgozik, barátai vannak. Most lemondott? most kell megtudni. Hát nem tudom, nekem így tök érdekes, mert én így annyira nem érzem, de hogyha valakinek így ezt elmondom, akkor ők úgy érzik, hogy ez egy... hogy sok lemondással jár. Katasztrofális élet, ami nekem van, de én meg nagyon élvezem. Tehát nekem meg ez működik. Tehát nekem nem is tudom, hogy mikor volt utoljára időm, hogy elmenjek a barátaimmal például vacsorázni, arra sincs időm. Nem is hiányzik az embernek néha, hogy egy kicsit kilépjen ebből a mókuskerékből? De hiányzik. De nekem van elég annyi, hogy hát meg nyilván most ez motivál, ez éltet, és ez van olyan igen, kaja? Igen, tehát hogy ez az, ami Kaja, igen, ami nagyon-nagyon hiányzik, és annyira szeretném már belőle tolni egy dupla adagot. Hát például tegnap egy jó nagy tábla csokit beváztam, az nagyon jó lett. A bátor! Nehogy aztán baj legyen. Egy egész tábla csokit legyűrtél?
Igen. Jó, hát néha lehet. De Sén látta? Vagy bezárkoztál látta, valahova? Nem, látta. Mit csinálsz a gardróbban? Nagyon régóta nem vagy, gyere már. Most így a két arany után így lehet-e? Két arany után egy kicsit lehet. Jó van. Na, Katinka, mi nagyon drukkolunk neked, szeretünk, imádunk, puszilunk, és még sok-sok érmet magadnak, és sok-sok érmet szépen nekünk. Jó? Vigyázz magadra. Sziasztok. Puszi, jó szukadikának, köszönjük szépen, puszilunk, ciao. Hát azért kemény életforma ez, 20 nem? 20 éve minden egyes rohadt reggel beugrasz egy medencébe. És úszol, és úszol. Egy hét pihenés, egy év alatt. Se, azt mondta, hogy egy hosszú hétvégére adják most ott föl magukat, tehát egy hosszú hétvége van ebben az évben, amikor mondjuk nem az úszásról szól. Igen, jó, de neki minden hétvége hosszú hétvége. Az már a másik, hogy azért, hogy érted, hát hogy csinálna rövid hétvégét? Hát, érted. Most, ne haragudj, bocs. Hát most hosszújéknál nincs rövid hétvége. Így van. Nem, és az az érdekesebben, hogy egyébként egy pár pillanat, ami kiirdetik az eredményt, állsz a dobogó legfelső fokán, jön a himnusz, és rá két napra újra bent vagy a medencében. Tehát azért hosszú-hosszú szakaszok, amíg eléred az eredményt, egy rövid kis pillanatkép, amikor megnyered, ünnepelnek, és utána hétfőn eltűnik a csillogás villogás, és beugrik a medencében. És a következő verseny mindenki az egész ország megint azt várja tőled, hogy világcsúcs, aranyérem, hogy te győzzél, hogy te leálljál ott a dobogó legfelső fokán. És 2020-ig. Hát igen, még otthon jó jövőre. Igen. Na, beszélgetünk kora reggel arról, hogy ugye mennyi eső esett, és megfogalmazódott egy kérdés bennünk, amit mi nem értünk, hogy a fenébe mérik ezt egyébként? Hogy mérik azt, hogy leesett tegnap, mit tudom, 84 liternyi csapadék? Mert ugye litert mondtak tegnap. Keresztbe? Magasságába, mélységébe? Hogy mérik? hogy mérik ezt? Hogy van egy edény? Áll kint valaki ilyenkor a béketéren, és megnézi, hogy 26 mm csapadék esett egy négyzetméteren? Hogy mérik ezt? Hogy tudják megállapítani, hogy mennyi csapadék esett? És mennyi idő alatt És mennyi idő alatt, ugye? Mert tegnap is elképesztő adatokat, még ma is elképesztő adatokat olvas az ember, csak hogy történik maga a mérés? És van egy ilyen esőmérő edény? Aminek a tetejét tölcsér, egy négyzetméteres tölcsér, befolyik egy csőbe. Na jó, de milyen? Áll egy meteorológus gyakornok egy ilyen edényel a fején, és befolyatja egy csőbe. Ez hogy a fenébe tudják, hogy mennyi eső? Hát de most miért kéne egy 84 literes edény neki, mikor egy literes edénye van, ha megtelik, kijönti az esőt az esőre, újra méri, és akkor összeadja, hogy hányat öntött. Na, rossz. Ez jó. Mert akkor mindig csak egyet kell tartani. Ez praktikusan hangzik. Nagyon fura. De ugye nem tudjuk? Nem, ezért kéne valakit felhívni, aki az ilyen vizes dolgokban otthon van. Hosszú Katinka. Tartunk egy pici szünetet, jó? Felhívjuk Pataki Zitát, csak mondja el nekünk tényleg ezek érdekes adatok, hogy egy ilyen nagy esőzés után, mint ami tegnap volt. Vizes témában Pataki Zita. Azt gondolom, hogy autentikus lehet. Jézus. 10 pontosan 4 perccel, egy pici szünet után jövünk vissza. 3:45 lesz pontosan 7 perc, szóval egy pici röpke kis... Hát, kis... Mi van? Melyikre? Mire gondolsz? A tudományos értekezésedre, a sport iránt nyújtott elévületetlen kérdés? Én nem tudom, mit akarom, hogy ilyen pici röpke kis hírek 9 óra után. Egy kicsi hosszú Katinka, és aztán már is gyorsan Pataki Zita. Tudományos hírek, hogy mérjé a meteorológiai szolgálat az esőt? Honnan tudjuk, hogy ha leesett 38 liter víz egy négyzetméterre, vagy 84 liter, tegnap már literben adták meg 4 milliméter, azt hogy mérjük? Ki méri? Mutassák meg nekünk azt az embert. Hol az az arc? Így van. Van erre egy műszere az Országos Meteorológiai Szolgálatnak? Nyilván van valami hát műszer. Hát egy centike hozzá, meg egy ízé vödör. Egy hitelesített hát, műszernek hát kell lennie. Te is mérhetsz otthon. Kiteszed az erkére egy ilyen kancsót, érted? Be van rovátkolva az oldala, egy centi megnézed nem, egy órát. Nem, azt az eszközt azt hitelesítenie kell egy nemzetközi szervezetnek, akit szintén hitelesít egy másik nemzetközi szervezet, hogy hitelesítheti, mint nemzetközi szervezet ezeket a műszereket. A nemzetközi kancsó hitelesítő szervezetet. Azt tudjuk, hogy a grammok, dekák, kilogrammok is, ugye meg van határozva, hogy egy 1 kilogramm mennyi. Ezek a súlyok, ezek szépen le vannak téve egy intézményben, búr alatt, ne kopjon, és tudjuk, hogy az bizony az 1 kiló. Oda be van rakva. Igen, és most azt akarom, hogy a 85 liter mennyi. Is, így van. Annak is pontosan, precízen kell lennie egy olyan eszköznek, amit hitelesített a nemzetközi szervezet, amit egy nemzetközi szervezet hitelesített. Igen. A nemzetközi szervezeteket hitelesítő szervezettől. Így van. És
onnantól kezdve ez egy hiteles eredmény kell, hogy legyen. Aha. Minden egyes, itt nincsenek mellébeszélések, érted? Itt nincsen itt csapongás, még nincsen itt egy olyan, hogy akkor csak így blöffölök, és akkor azt mondom, hogy 83 liter, vagy mit tudom én mennyi eset. Ilyen nincs. Hm. Tehát van egy csapadékmérőjük. Így van. Na, mindjárt megkérdezzük. Pataki Zita itt van velünk. Hello, Zita, jó reggelt! Hello! Zita! Zita! Hello, hello. Jó nyomon vagyunk, ugye? Teljesen, hát figyelj, a Feri az előbb teljesen jót mondott, és egyébként nem kell nemzetközi szervezetnek, mármint ezt a, most már a Janinak mondom, hogy nem kell nemzetközi szervezetnek, nem mondjuk. Nem, hát teljesen amatőr csapadékmérő is lehetséges, persze. Te kiraksz egyet az erkére, csak milliméterben legyen, tehát nem centiméterekben mérjük, hanem milliméterekben a csapadékot. De egyébként jól, teljesen jól találkozott. Sok milliméter az centiméter? Hát az igaz. De egy óra alatt kell megnézni az adott mennyiséget, hogy mennyi esik? Nem, a leolvasás azért, hát ennek meghatározott, de egyébként úgy képzeljétek el, hogy mondjuk naponta 6 óránként vagy 24 óránként mérik, de hát régen azért, szóval vannak különböző mérőegységek, tehát máshogy is mérik, de ma már tudjátok, van ez a, hát ez a ilyen órahengeres papírcsíkon, tudod, mikor így megy a henger, és akkor az átküldi a számítógépre az adatokat, tehát azért ma már egy kicsit könnyebb. Tehát ne úgy képzeljük, hogy Budatétényben az RTL-nek a tetején van egy ilyen műszer, és időnként a koló, mert hogy neki van a legközelebb az irodája, a tetőz felszalad, aztán és elordítja meg. De a műszer az úgy néz ki, hogy ti mondtátok, hogy van igen ilyen henger, ilyen befogó készülék, ilyen kör alakú, ami felfog, van egy edény, egy felfogó edény, egy, ami töltsérán bemegy, és akkor azon belül maga a gép méri, mert a csapadéknak a mennyiségének, illetve a súlyából ítéli meg, hogy mennyi esett. De valóban vannak az országban ezek az obrométerek, és a vízréteg magassága számít. Értitek? De úgy, hogy nem számít, hogy obrométer. Obrométer. Meg. Obrométer. Igen, obrométer. Ombro. Ja, ombro. Ombrométer. Ez egy fura szó, de ombrométer. Igen. Ombrométer, és akkor a víz magassága számít? Így van, úgy, hogy mondjuk nincs beszivárgás, és nincs lefolyás, tehát vegyük hát úgy, az hogy világos, hát ne hűs ki. Hát, örülünk neki, igen. Semmi gond nincs ott. Megnézem nektek, mondjuk, hogyha ezt kapom én is, mert ugye itt kielemző a műszer, mondjuk ma észak-keleten, megnézem, 20 mm ír, pontosan most nézem, tehát maga az előrejelzés, ez azt jelenti, ugye egy négyzetméter figyelnek, tehát egy méterszer egy méteres terület, ugye? És azon egy liter víz jelent egy milliméter csapadékot. Ma itt a keleten 20 mm várható, ez azt jelenti, hogy egy négyzetméteren 20 liter víz, az egyébként sok. Tegnap olvastam, hogy 86 litert olvastam tegnap. Igen, az igen. Elképesztő. Az felhőszakadásból lokális kisebb körzetekben eshet ennyi. Az már egyébként már 20-30 milliméter felett már nagyon sok, tehát azt úgy laikusan, mert az ember tényleg nem számolja, tehát nem ülsz ki, hogy nem most bejelölsz a kertedben egy méteres területen, nem tudod megmérni, mert ugye elszivárok, stb. Tehát nem lehet, meg olyan, tényleg nagyon furán hangzik, amikor 20 milliméter csapadék várható, hát ezért nem szoktam bemondani, inkább azt mondom, hogy nagyon sok. Érthetőbb egyébként, persze, nekünk laikusok, nagyon sok. Vagy vigyenek el sernyőt, vagy nagyon nagy eső lesz. Meg ezt nem kérhetik rajta, számom majd később. Nagy, azt mondtam, nagyon sok. Hát igen, meg egyébként sokan azt se tudják, hogy mondjuk egy esőcsepp, az mondjuk így mekkora, a zápornál már nagyobb a csepp átmérő, tehát hogy olyan sok szakszó van, teljesen más, hogyha azt mondom, hogy várható vagy valószínű. Mert hogy ezek meg valószínűség számításban más-más százalékot jelentenek. Szóval, melyik az erősebb, a várható vagy a valószínű? A várható. A várható az erősebb. Tehát akkor inkább lesz, mint ha azt mondod, hogy valószínű. Igen, mert hogyha azt mondom, hogy néhol várható, hát a múlt héten, nem az előtti héten, amikor dolgoztam, azt próbáltam elmagyarázni, hogy ha azt mondom, hogy szorványos, vagy azt mondom, hogy néhol, az egyik más jelent. Az egyik 5-10%-ot, a másik 15-20%-ot. De ezek szakszavak, mégis a magyar köznyelvben ezek nekünk szinonimák, nem? Terravasz vagy a Oda kell figyelni. Sokszor kérik rajtad számon? Másnap, amikor kilépsz a liftből? Jönnek még mindig? Állandóan, persze. Azt mondtad, sütni fog a nap. Teljesen. És ütik a fejedet egy esernyőn. Teljesen. És amióta volt a Nicolas Cage-nek az a film, az Időjós, vagy nem? Igen, az Időjós. Az persze, megdobálják még ilyenek, mert az nem tett jót, mert azért azzal meg így fenyegetnek. Tehát, hogy így, igen. Meg az olyan rossz írhozója, meg ilyenek. Hát...
Bizonyám. De számon kérik egyébként, csak az a baj egyébként, mi az Istivel heti váltásban vagyunk. Na most gondolj bele, amikor ugye ha valaki nem dolgozik egy hétig, és nem néz az előrejelzést, bár minden nap megkapom, de mondjuk nagyon nem érdekel, amikor nem dolgozom, csak én is megfigyelő vagyok, és akkor ugye elég fur, amikor kérdezik, úgyhogy azért... Ja, Weber egyszer csak lelazulok Istvánról, beszélsz? Igen, ja, igen. Weber, majd egyszer lelazulok Istvánról. Igen, na minden esetre, hát egyszer tudjátok, jól lelazulsz, na mindegy. Egyszer volt? Na, igen. Egy karácsonykor, igen. De nem baj, nem mondom el, hogyha nem tudjátok. Igen, ez amikor felvette azt az állarcot, és minden tudjuk, mindenkit kell. De már nem már nem emlékszik minden részletre mondani. Hogy volt az? Hogy is volt? Egyébként én nagyon, nagyon imádom az Istit, és ő nagyon-nagyon... nagyon-nagyon pontos, és mindig elmondja teljes körbe. Figyeljétek meg, hogy nagyon-nagyon. Én ahhoz képest, mondom, csak kiegészítem azzal, amit én magyar nyelv irodalomszakos tanárként hozzáteszek, mert tényleg az, hogy szorványos néhol, erre egy hétköznapi ember, bármilyen ember ugye azt mondja, hogy na jó, persze, néhol eső, ezzel mi védve vagyunk, ugye, mert mit jelent a néhol? Há, hogy vagy lesz, vagy nem. Ugye? Így van, tehát ezt tudom, és én ezt észreveszem, hogy ez így nem oké, ezért mondom, hogy százalékos arány, és mondjuk azt, hogy valóban északkeleten. Tehát ma például én azt mondanám, hogy ma elsősorban északon, északkeleten lesz többfelé eső, ez sokat jelent, máshol elvétve, máshol elszórtan, ez mondjuk olyan 10%-ot jelent, de észak-keleten néhol 20 mm-t meghaladó csapadék. Aha. A sok. Ziki ül a tévé előtt, néz, és azt mondja, aha. Szuperül lefettet kislány az egész országot. Na jó, gyere, anyjuk, menjünk. Volt már időjárás, hogy volt, de nem ér. Volt a fingom, nincs milyen idő lesz. Aha. Igen, egyébként mert tök értető az a szó, hogy néhol megszorványos, de hát ezek százalékok. Persze, de mi volt ezzel a karácsonyi bulinapistával? Mi volt, amikor Mesterne egy vizes törlőközővel üldözte a szellőt? Mi volt az, amikor Pinokkionak ültözött egy farsangra, és az arcára ült? Az, hogy még. Nagyon jó bulik van. Egyszer volt egy olyan bulik, ilyen barokkos parókákat adtak így rá a hostessekre. Isti meg lelopta a fejéről, és elkezdett szaladni, és mindenki őt kergette. Mármint a hostessek, hogy adja vissza. Imádnám, ha egyszer a képernyőn lenne ilyen, annyira szeretném. Ott fut, parókában. Jól van. Na, puszilunk, köszönjük szépen, pihenjél haza, Bim, majd. Jó? Na hát, én most ma este kezdek, úgyhogy... Ó, akkor jót mondjál. Jót mondjál. Jó leszek. Jó? Köszi, csini legyél, puszi. Köszönjük, hello. Jó, annyira cuki. Tehát jó fej. Igen, na mutatjuk, mi történt velünk a mai napon. 6 órakor bejut hozzánk Enikő, kicsit beszélgettünk velem. Ő az egyik hírszerkesztőnk, egyébként nagyon kedveljük. Sok mindenről szó volt, belekaptunk ebbe abba, kicsit csapongtunk, sok témát érintettünk. És aztán 7 óra után volt egy olyan témánk, hogy hogyan fegyelmezzük a gyereket, ha már semmi nem segít. Ugye, aki gyermeket nevel, tudja, hogy az esti procedúra az mindig egy nagy harc a gyereknél. A fürdés, vacsora, fogmosás, meseolvasás, mesenézés, alvás című fejezet, hát az gyerekek, az minden este egy küzdés, ahol vannak gyerekek. És arról beszélgetünk, hogy ki mit vett be, kinek milyen eszközei vannak a testi fenyítésen kívül természetesen. Úgyhogy sokáig hallgattunk. Kerestük az igaz fegyvert, de nincs. Amit megpróbál elsütni és minden este megbívni élete csatáját a gyerekkel vagy gyerekekkel. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 4 perc múlva pontosan 10 óra, gyerekek, nem szabad többet nyugtatóra innunk, így értek el. Figyelj, ha nem minden... tudtak aludni, értem, hívjatok föl, dumáljunk, legyen ez egy ilyen körkapcsolás, éjszakaság, ne ígyunk ha nyugtatóra. Ha minden biológiai óra, vagy biológia óra ilyen lenne az általános iskolában, akkor a gyerekek szeretnének tanulni. Egyébként így van. Értem. És tőlük legalább megtudják az igazságot is. Így van. Csabikám, jó reggelt, hello! Egyet tudok mondani. Nem kellett volna annyit kápszizni. Nem. Ugye? Nem szabad nyugtatóra, nem szabad inni soha. Én ezt mindig mondom. De hagyjuk a múltadat. Na, hívjuk gyorsan a naphallgatóját. Ha mondja, hogy Morning Show, kap egy szép ajándékcsomagot. Ha nem mondja, akkor is ő ugye a naphallgatója. A szabályok értelmében csak nincs ajándék. Csomag. Halló! Feri, Csabi, Balázs, Jani, Jó, János. Ó, pedig még mi is szólunk. Halk is nem minket, mármint az adást, a rádiót. Jó, elmentem meg a rádiót. De jó, vagy hogy hívnak? János vagyok. János, hát annyira jót írtál, csak elfelejtetted, vagy nem számítottál ránk? Nem, számítottam.
Ó, hát pedig jó, ugye arról beszéltünk, hogy kiméri az esőt, hogy mérik, és azt írtad, hogy kiméri, szerintem nótár méri az esővízmennyiséget. Nagyon beteg volt. Nótár méri az esővízmennyiséget. Hol hallgatsz minket, János? Kőbányán. Kőbányán. Már dolgozol, ahogy hallom. Igen, igen, most a helyem vagyok. Nem sikerült. Sajnálom, mert tényleg helyes volt az SMS, amit írtál. Legközelebb, jó? Legközelebb, jó. Azért te vagy a naphallgatója, hirdes bátran, csak csak nincs ajándék. Most ne rázzál el minket. Rohansz? Rohansz nagyon? Ja, nem, csak bejöttem egy másik ebédlőbe. Mit dolgozol, mit csinálsz? Egy informatikai cégnél dolgozom. Informatikai cégnél. Jól van, János. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Hello. Na, de kár. Megírta az SMS-t, aztán elfelejtette. Most már mindegy. Hát most ez már mindegy, így van. Csabi kámera, meg zenék? De azért még előtte szeretnék holnapra ajánlani zenét, mert felajánlottad. Ja, tényleg. Na, igen, mondtam tegnap, hogy ha amit te ma mondasz, az 9 és 10 között lemegy. Figyelj. Ha csak nem, mit tudom, Skylandet kérsz, vagy nem tudom. Esküszöm, hogy három dalt írtam fel. Ne, fölírtad a Skylandet? Három dalt plusz egy ráadás, hát a halálamájra az egy ilyen alap, tehát hogy azt gondolom, hogy ezt rád bízom. Felírtam a Gyula Firátót. Ó, Szabi Gyula Firát, az nem túl jó. Az Animal Cannibals. Animal Cannibals, ülünk a vonaton. Igen. És egy ráadásnak ezt a Skylandet betoltam. Érez a ritmust, vedd el az ütemet. Hát ez nem volt egy ilyen, egyértelmű sláger, és gondolom, azt gondoltam, hogy ez DJ Otinak nem jutna eszébe, de hát milyen barna vagyok. Nem tudsz olyat mondani a nagy diszkokorszakból, aki nem jut eszembe. A Skyland, ők egy miskolci csapat voltak. Igen. Skyland. Jó, ezek közül szerintem, hát a Cannibalektól mi volt? Ülünk a vonaton, de bármi a vonaton, József a város, takarítónő. Takarítónő, igen. Még nem enyhe hívalány, azt pont utálom, de a takarítónő József város nagyon jó. Egyszer egy kanibál legyen, vagy Subbase. Subbase, ugye? Én meg a kanibálokat is nagyon kedvelem. Nagyon tehetséges srácok. Csak Subbase. Lehet, hogy kanibál lesz, mint tudom, 8 és 9 óra között kanibálok, de lesz egy jó Subbase. Legyen egy, amit úgy konferálsz fel, hogy nekem. Jó, akkor lesz egy Subbase dal. Jó? Nincs nő, nincs írás, az jó, vagy Gyula Firátó? Én azzal úgy vagyok, mint te, a nem enny a híva lánya. Nekem a Gyula Firátó. Gyula Firátó. De mondjuk a négy ütem is jó, ha esetleg nem. Jó, oké, akkor 9 és 10 között nincs elfelejtve, neked egy Subbase dal, lehetőleg a Gyula Firátó. Cserébe ma Adam Lambertnek a friss lassan drága. Jó, szerintem a világ egyik legjobb énekeséről van szó, most jött nemrég a harmadik lemeze, és erről szól a Ghost Town. Jó, de hát nem nagyon értesz el. Figyelj, Csabi, velük turnézik a Queen, az Adam Lambert énekel most nekik? Hát az, hogy most jelenleg egyáltalán talán turnézik el a Queen, de legutóbb igen, őt vitték el. Gyerekek, azért az egy nagy tiszteltetés, nem? A Brian May azt mondja, hogy akkor gyere, akkor Freddie, gyere egy kicsit, Ádám, énekelj már. Ugye volt a Robbie, azt nem tudom, tudjátok, hogy volt a Robbie Williams is egy időben, hát ezért énekelő ennyi Queen-t a koncertjei. A Robbie ment a Queen-nel? Én ezt volt, egy turné volt, amikor elvitték magával, aztán volt sokáig a Paul Rogers, akivel ugye itt is volt. Paul Rogers, ezt tudom, igen. És az Adam Lambert szerintem az egyik legjobb választás. Jól van. Oké, meghallgatjuk. Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00 a telefonszám, kérjetek tőle dalt. Holnap pedig jövünk, retro nap. Reméljük, hogy sokat megszerzünk ezzel örömet. Magyar retro nap egyfajta nyárzáró. Nyárzáró retro. Már nyergeled a korongokat, hogy mindenki jól mulas. Én a lemezlovas. 10 óra múlt 1 perccel Csabi jön a kívánság műsorral, jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ez volt a műsor, amelyre az